Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra után vagyunk, pontosan 14 perce. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Hello Jani, hello Feri. Sziasztok, hello, jó reggelt. Hét legboldogabb napja. Yeah. Hello, egy tapsot meg is érdemel a pénteknek. Hát, szép kis tapsot, így van. Jó reggelt, hűvös van, sőt, mit tepp, hát a hűvös nem eléggé kifejező, hideg van, nagyon hideg, úgyhogy mindenki készüljön, mert cudar, olyan jeget kellett lekaparni az autóról, hogy... Nem, már ott ilyen dér, jeges, teres, Viki vett valamilyen folyadékot, amit így ráfújsz, és akkor egészen jól eltűnik, úgyhogy az a Vikire. Ügyetünk. A Vikire, és eltünteted. Eltünteted. De van vissza is? Van vissza folyadék. Van egy másik folyadék, amit a levegőbe fújsz, és ott megjelenik a Viki. De miért nem csinálod ezt, hogy a napvédő fóliát kívülről rárakod az ablakra, és így a két ajtóval becsukod a szélét? Aha, hát mert nem vagyok ilyen kispolgár azért. mert szerintem ugarító. Akkor nem, figyelj, ha kínál az autó, nem fagy rá. Mint hogy én föltegyek egy ilyet az autómra. Először becsukod, tehát kinyitod az egyik ajtót, berakod a szélét a napvédőfóliának, becsukod az ajtót, áthúzod a másik oldalra, kinyitod azt az ajtót, és rácsukod. Nem, vannak dolgok, amiket egészen nem csinálunk. Tehát az nem hordunk zoknival szandált, nem teszünk hátra bologatókutyát, és nem teszünk napvédőfóliát azért, hogy ne fagyjon le az autó. Ezeket egyszerűen nem csináljuk, ezek nálunk elvi kérdések. Karton tévés doboz se teszünk rá, és a távirányítón se hagyjuk rajta az alufóliát, hogy... Szőnyeg. Szőnyeg csík a célidőre. Tudod, mert ráfagyottan leveszed, és beteszed a csomagtartóba, el akarsz valahol indulni, akkor kb. Negyed óra múlva, hogy beindul. Állandóra kell oda készíteni. Fűtés, akkor áll a víz a kocsitban. Meg hogy néz ki, meg. Ha ezt ne is folytasd. Tegnap láttam a napvédőfóliás megoldást, kimentem este egy kicsit még mozogni, szétfagytam, úgyhogy kellemetlen, majd most már elő kell készíteni a harisnyámat, ez egy másik téma. Jaj, nehogy te harisnyába futsz. És akkor haza, hát... Harisnyai jellegűben, igen. Jó, és akkor ezt láttam, és tetszik. Igen, a napvédő fólia, de kívülről. Nem szabad, nem vannak dolgok, amiket egészen nem csinálunk. Ő nem fogja kaparni holnap reggel, vagy illetve ma reggel az autóját, veled ellentétben. Nem eszünk fasírozott a zsemlét a repülőn. Mondjuk kicsit igen. Nem tesszük ezeket föl az autóra, és nem mondom, nem hordunk zokniban szandált, és nem vagyunk büdösek. Szóval, hogy vannak alapdolgok. A büdösséget egy picit billegősnek érzem, az még azért. A többi működik. Úgyhogy nem, de jó az ötlet, köszönöm. Okosabb lennék, ha beállnék a garázsba, de hát az ember mindent a gyerekeiért, ugye? Így is van, egy hős apa vagy. Ennyi. De akkor most már van spray. Mindenféle megoldásod, az tök jó. Én fogalmam nincs, mit fújt rá, de nagyon gyorsan leszette. Le kéne már cserélni egyébként azt az ajtót szerintem. Most van egy nagyon jó japán márka, Niyamaki, és szerintem arra. Niyamaki? Nenyikor ugye Niyamaki? Igen, hát soha nem nyikorog. Az a hosszú neve, hát az kevesen használják. És nagyon gyorsan, nagyon patent egyébként, most ez egy prémium modell. Be kéne állnom, de hát az ember a gyerekeiért ezt egyszer megteszi. Tehát, hogyha azon múlik, hogy ne ébredjenek föl a kis turkok, akkor az ember indul hidegből. Csak van igaz, hogy a tököm lefagy konkrétan. Csendes garázsajtós. Nem tud átrakni a srácokat a ház másikat, hogy ne a garázsba aludjanak. A Noel nem ébred föl, a Benny ébred föl, mert nagyon ébren alszik, és akkor ő utána már nem tud rendesen visszaaludni, és akkor én mondom, inkább aludjon hétig nyugodtan, mint hogy ilyen fél hatkor ilyen megriadva, hogy most az anyja marad, de nem marad, ki vigyáz rá, hol van, ki megy el, tudod, mert ott a garázs fölött alszik. És ez egy, ahogy már sokszor elmondtam, ez egy ilyen több száz kilós, baromi nehéz fogarás, tömör fogarás kapu. Én nem tudom, hogy miért nem van műanyagot tettek, de tudod, olyan hangja van, mint amikor a Notre Dame-ba egy... az egri várólikó dobóik leengedték a várkaput, és de nem húzták föl csak 3 hónap múlva, amikor elmentek a törökök. Szóval kemény. És már mondom, már vazelin, ezt nem mindent csináltam. Rendezvénysátor. Az mi? Hát a garázs elé húz föl egyet, egy ilyen külső hőlékbefúvósat, érted? És akkor lesz egy plusz garázsod a garázs előtt. Nem rossz. És ott fog állni. Egy marha nagy fűtőjével. Az már jó, nem rossz. Kis hőgombákat berakok. Kis hőgombákat, így van, és akkor az ott szépen melegíti éjszaka. Rájöttem, ez arra jó, hogy ne kényelmes egyel, tudod, ezzel ne szokd meg, hogy belegből indulsz, ne puhulj el, ne legyen mindig az, hogy minden alátva rakva, minden tök kényelmes, igenis üljél be egy olyan kocsiba, ahol úgy fogod meg a kormányt, hogy üszkösödik a kezed közben, tudod, váltott kézzel fogod a kormányt, annyira hideg, közben fűtöd a motorteret, vagy hát jön be a meleg, de még nem jön be 10 percig, ráadásul nagyon nehezen melegedik fel, tehát még így rá lehetsz, ki lehetsz, azonnal, hogy látod, hogy rácsapódik
az ablakra szépen. Próbálsz meg, csak folyik az orrodból. 20 évig csináltam ezt, azt hiszem, vagy nem 18-ig, mire lett egy ilyen fűtött beállóm. Egy hát ezt sokáig csináltam én ezt nem érzem, hogy most vissza kéne lépni. Ugye ez így hiányozna. Ez így hiányozna. Én sem érzem. Azt írja Krisz egyébként, hogy ez nem napvédőfólia, hanem erre a célra kapható. Tehát jó, hogy az egy profi cucc. Megtalálták a piacidést. Nálatok úgyis beborítjátok az autót nyáron napvédőbe, télen nem használni. Én veszek neked is, azt is odaadom. Én mindenképpen utána, ez lehet, hogy ugyanaz az importőr, mint a Nyiyamaki termékeknek. A Nyiyamaki? Lehet, hogy ugyanaz, mondom. Ha van ilyen, egyre a vendégem vagy. Jó? Én nagyon szívesen veszek neked egyet. De én inkább 10 percig kaparom a jeget egy Kossuth CD-vel, de nem vagyok hajlandó föltenni ilyet az autómra, egyszerűen nem rondítom el. Tehát, hogy tényleg nem. De elkoptak a kasszák? Milyen kasszák? A kassza CD. Ja, a kassza CD-k elkoptak, most Kossuth CD már, úgyhogy azzal takarítom. Mi újság van, péntek van, minden rendben, mindenkivel. Nem is akármilyen, hát a Jani nagy napja az évben. No. Ma van a Black Friday. Új hűtő, új mikro, minden. Mindenből kettő. Hát igen. Interneten rendelünk. Ja, azt hittem, hogy azt mondod, hogy most Győri Adventet 6 órakor ma fogja megítni Bort és Zsolt. Még mindig egyedül fogott állni. Igen, hát most nagy őrület várható. De valószínűleg nem lesznek olyan jelenetek, mint mondjuk Amerikában szoktak lenni, amikor konkrétan megostromolják az áruházakat. Bár egy-két hónappal ezelőtt azért, illetve talán egy hónappal ezelőtt a Vörösmarty téren már volt egy hasonló jellegű akció, amikor kicsit olyan volt az egész, mint hogyha nem tudom mi a Holtak hajnalának az utolsó három konzervért történő megrohamát lehetett látni, mert hogy ugye volt egy ruházati bolt, ahol ilyen speciális kollekciókat szoktak egy évben egyszer mondjuk így kiárusítani, és akkor már odaálltak, volt, aki már hajnal kettőkor ott állt bejáratnál, aztán hogy hívják, egymás kezéből tépték ki, és azt valami kemény, az kiderült, egy ruha azt tudjátok, hogy miért csinálták? Mert én először azt gondoltam, hogy maga a ruha, hogy a magyar annyira szeret. És aztán földobják a netre. És aztán földobják a netre, és háromszoros áron el tudod adni, vagy négyszeresen, tehát konkrét pénzt. Az egy ilyen egyéni kollekció volt. Igen, és akkor te megvetted 10 évért, ezt eladtad 50 évre. Hát igen, de most már elgondolkodik az ember, van ebbe annyi? Tehát, hogy közel harcot folytassál egy ilyen izéért? Van? Annak, aki mondjuk. De most nem csak közel harcot, hanem online is lehet. Tehát, hogy online értékesítés. A fekete péntek már egyik legnagyobb, nem is tudom, hát tulajdonképpen portfóliója, az már inkább az online értékesítés. Tehát ez már nem arról szól, hogy bemész és a média már vagy a nem tudom, a Tesco vagy az Osamba agyontaposol valakit egy kézi turistgépért. Itthon nem. Hanem Amerikában igen, de itthon már ugye az online felületek adják neked meg azt, amit Amerikában a boltok, hogy brutális kedvezménnyel tudsz vásárolni. Persze nyilván a helyszínen is, tehát nekem nagyon kéne egy ilyen krumplipürét összetekerő turmixgép, de ma nem megyek. Minden nap megfogadom, egy hónapja, hogy elmegyek. Ma végén tudod, ez ami kettő jön le. Nincs olyan, hogy nagyon felhabosítja. Tudod, három állásba rakod, és akkor vagy a vékony kis csiga megy le, ami habverő, vagy ami így egymásba megy két. Hát sima a konyhai robot. Igen, egy kis konyhai. Ezt azon kerestem. Ja, azt hittem, hogy bonyolultabb ez a sztori, hogy már van valami speciális, de nálam ahogy leírtad, felismert. Nálam egy ilyen projekt egy másfél-két év. Tehát kb. Fél éve dolgozom azon, hogy én ma elmegyek. Mi? Hagyd, Viki, hagyd, ne nyomkodd azt a krumpli pürét a kezed. Hagyd, majd. Csubbá szemed, majd én ott már itt lesz a turmizmény. Ma még igen, mert most nem fér, de holnap majd hozom. Néha megkérdezi, nem megvette, de jó, úgy mondod. Na, nagyon jött le. Irány! Voltál? Nem jutott. Ma még csináld meg kézzel. Marokkal, ma még bírt ki. Marokkal is kötött a súlyom. Úgy csináld, hogy ez már az utolsó, mert holnap hozom. Ma sajnos nem tudok. Ma sajnos, ezen a napon én nem teszem be a lábam ilyenekre. Hát Amerikában egyébként ilyen jó 90%-okat szoktak adni a mai napon. Nálunk ez kicsit kevesebb, tehát még a kultúrája az nincs meg. Nem tudom, tavaly előtt volt, emlékeztek-e ugyanilyen Black Friday, amikor volt egy internetes portál, amin keresztül vásárolni lehetett, és az első percben fagyott le úgy, hogy az 1 kilométer körzetben lévő egyéb számítógépek is megfagytak, igen. És teljes káosz volt, nagy felháborodás volt, hogy a magyar azt gondolta, az Anonymous. Igen, vagy az, illetve a magyar azt gondolta, hogy most ő vásárolni fog, és nem tudott. Hát figyelj, ezek olyat kaptak a cég maga, olyat kaptak a magyar vásárlótól, hogy öröm volt nézni, úgyhogy szerintem ma mindenki megerősítette magát, és akkor lehet vásárolni. Hát, én szerintem ez a csajok nagy napja, gyerekek. Így szerintem igen? ma a csajos lányok, buli. Hát ez ma csajos buli. Tehát ők azok, akik leginkább megőrülnek az ilyen árleszállításoknál, leértékeléseknél, kuponoknál, 50-60-70%-os leértékelésnél. Ma a nők élik ezt ki. Nekünk ma háttérbe kell vonulni, és ha felhívnak, és vigyázni a bankkártyákra. Mondani a PIN kódot, hogy 13-02 kicsim, használj nyugodtan, 120-as a biztonsági kódja hátul, úgyhogy hajrá, és várva, nézve az SMS-eket, hogy
tudod, megint valami kis fehér nemű, kis ez, kis az. De ha vásároltok, akkor sincs ez semmi gond, főleg, hogyha Mastercard vagy Maestro kártyátok van, hát akkor mondjátok meg az asszonynak, meg a barátnőtöknek, meg a kedveseteknek, hogy a kis csekket, a kis visszaigazoló kis szelvényt, azt mindenképpen tegy el, és küldj el a 0670-645-0000-as SMS számunkra a vásárlás összegét. Na, csak ennyi. Zseni vagy, apám, hogy még ebből is érted, a promót tudod nyomni, és mind a háromnak mondjuk, meg tehát az asszonynak, a barátnőnknek, meg a kedvesünknek. Így van, mindenkinek. Annál nagyobb a nyerési esély. Igen, ennek ugye nincs közvetett módon a Fekete Péntekhez, de hát ma lehet, hogy a Fekete Pénteken is vásároltok, és így kapcsolódik, ahogy Jani is mondja, ugye, mert hát nekünk ez a kis játékunk, ez ugye december 4-ig tart. És hát nem kis játék, mert hogy brutális értékben adunk majd mi tárgynyereményt, ami a legeslegjobb. Mi a legeslegjobb, nagyon fincsi dolgaink vannak. Bizonyám, a játék alcíme, ki az a téllampolomba? Igen. Lesz nekünk egy Smart LED televíziónk, illetve annak majd, akit majd kisorsolunk, lesz Xbox játék, lesz Xbox is mellé, meg vásárlási utalvány 100 000 forint értékben, meg élelmiszervásárlás is 200 000 forint értékben, meg tablet 16 gigás, meg lesz kártyafüggetlen okosteló, 64 gigabás almás, meg lesz a családi wellness hétvég és 300 000 forint értékben kisorsoló. Hát ezek az nem gyengúszok. Ez nem gyengusz. Nem. Ez nem gyengusz, apám, ez nem gyengusz. Úgyhogy mikor van december? Ez nagyon karaj. Mikor van december 4-e? Jövő hét péntek. Jövő hét péntek? 3. és 5. közül lesz beékelve idén. És egy hét múlva, igaz van, Felkóna. 4-e. 4-én már jön a Mikulásunk. Előre, mert ugye vasárnap érkezik a rendes, de ezt megelőzzük. Két nappal óriási ajándék. Ennyire beig idén. Nem ezzel a fáradt szaloncukorral, meg van a ugyan már, és letesz egy banán, meg egy narancsot. A rossz gyerekeknek virgács. Hagyja már, még a rossz gyerekek is tabletet kapnak. Milyen fáradt dolog ez, most virgács meg. Tisztíts meg a csizmádat. Hogy az Isten beteljük be egy plazma tévét egy csizmába, érted? Milyen fáradt. Hogy a párkányon, érted? Mi mellett a kakába lépsz. Ja, Isten. Úgyhogy december 4-én tessék figyelni. Egy nagyon fontos kérdés. Várjál, bocsánat, csak egy, a krumplit tilos robotgépbe rakni. Ezt a konyhafőnökben mondták, ez így van? Igen, ki mondta, attól függ ki. Hogy is. De én úgy értem, Andi, köszi az SMS-t, hogy amikor én összetöröm már, vajat teszek bele, megsózom egy pici olajat és egy pici tejfölt, ilyen, aha, akkor utána már az összetört krumplira megyek rá robotgéppel, akkor már csak habosítok. Az tilos? Azt nehogy már ne. Igen, neked lehet, nyugodtan. Ja, mert kézzel kell köpüljék. Persze, kézinyomóval van, és utána a habosítás is kézi, mert na jó, a lelked meg. Na jó, de most már akkor tényleg csak úgy lehet csinálni mindent, hogy a konyhafőnök bemondják? Új, hát persze. Ja, jó van akkor. Olyan cukik ezek a gyerek konyhafőnökök. Hagyjál már. Tudom, majd elbeszélsz. No, igen, 60%-os belga csukira gondoltam. Hát de ő tényleg arra gondolt. Persze, nem beszélnek így gyerekek, meg nem viselkednek így gyerekek, és nem tudják, hogy mi az a 60%-os belga csokoládé. De miért tudnák, Jani? Ne üveget, ne roncsuk el a reggel. Miért ne tudná egy 12 éves gyerek? Nem mindenki serclit eszik, meg nem tudom. Miért ne tudná egy 12 éves? 14-15 éves gyerekek is vannak benne, tök cukik, 12 éves gyerek nem csak autózik, meg nem tudom mit sem. Miért ne tudná, hogy mi az a nem tudom, és sülcsi. Normál. Tettem a sáfrányt. Ezt egy normál 6 éves tudja. Játszanak, játszanak ilyenkor, meg minden, meg persze, 13 várják a havat a kékestetőn, egy meg is nézem egyébként, most sajnos mind a két pály, nem a három közül, kettő ködös. Egy meg jobb, és mennének rodlizni, nem pedig keresik a csillagánit. Olyan korlátolt vagy néha, hogy az egyszer morfiumozni kellene téged. Tehát, hogy az fájna, üvöltenél. Kuszkuszt gondoltam mellé. Igen, miért nem lizibizit? Nem, kuszkusz. Nálunk a 6 éves, mi az a kuszkusz. Jó, hát egy speciális eset van. Akkor is speciálisan betegek. Na, mutatjuk, hogy miről volt szó a tegnapi adásban. Polgár Petit faggattuk arról, hogy elvitte a dalunkat, kézbesítette, mert hogy beneveztük magunkat az Eurovíziós Dalfesztiválra. És tegnap járt le a nevezés, kicsit aggódtunk, hogy Peti megérkezette, illetve fontosabban tegnap előtt szerdán éjfélig lehetett nevezni, ezért hívtuk föl tegnap Petinket, hogy mondja el, hogy odaérte a Kunigunda utcára, és leadta a CD-t, így van. Úgyhogy ezt megmutatjuk, aztán lehet jelentkezni játékra, mi pedig jövünk az ismétlés és a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 10 perc múlva pontosan 7 óra, jó reggelt kívánok mindenkinek, itt vagyunk a hírek után. Azt írja nekünk Gergő, hogy a Black Friday-t eredetileg Robinson Crusoe vezette be. Köszönjük szépen. Neki volt a kis pénteke, ugye? Aki ráadásul fekete volt, de szerettem gyermekkoromban, de nagyon szerettem. Nagyon jó. De jó könyv. A kis regényt, igen, jó könyv. Na, azt mondja, hogy
soha nem kerültem be a játékba, de nagyon várom a bögrét. És a többi csak hívnátok már. Hát ez előbb-utóbb megtörténik, úgyhogy tartsál ki. Legalább már az SMS-et bekerült. Az SMS-et bekerült. Már ez is egy nagy dolog. Van, akinek ez sem sikerül. Azt mondja, srácok, veletek álmodtam. Balázs jött Janival egy sportkocsival, aminek semmi hangja nem volt. Kérdeztem Balit, mi ez a kocsi? Egy 500 lóerős elektromos autó volt, vitt egy kört, és sokat röhögtünk. Ez mit jelent? Kérdezi Laca. Hát a... kérdés. Hogy ott vagyunk a mindennapjaidban. A fejedben velünk kelsz, ránk gondolsz, és este velünk fekszel. Azzal álmodik, vagy arról álmodik az ember, ami sokszor eszébe jut napközben, vagy jár a fejedben, vagy ott van, vagy motoszkál, vagy meg nem éled, ki nem éled, a vágyait között szerepel. Lehet, hogy vagy egy sportautó, vagy mi. Persze. Vagy mindkettő. Vagy egy szuper romantikus hétvége velem, Janival, és egy sportautóval. Vagy mégis nálunk épigyárat a Tesla, és az első nagyobb komolyabb szponzorációt a műsoron keresztül majd szeretnék így bevezetni, és ezért adni fognak mindannyiunknak egy-egy prémium minőségű gépet a kis kollekciójukból, de nekem nem. De nekem nem. Azért vannak benne az anyusülések. Szívesen elviszlek az enyémmel. Na nézzük meg ki a hét utolsó játékosa, jó? Sokan jelentkeztetek, egy valakit annak kiválasztott, úgyhogy már is játszunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen. Nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Magamat nem nyomom be. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Jó reggelt, hello! Hogy hívnak? Ákosnak. Ákos, honnan hívtál minket? Figyelj, játszani szeretnék veletek, egyébként elég pocsékul hallak. Igen, ezt észrevettük. Abszolút észrevettük, mert nem válaszoltál a kérdésre, hogy honnan hívtál minket? Ja, honnan? Sopronból, ne haragudj. Sopronból, mit értettél? Hogy miért? Miért hívtalak titeket? Ja, azt gondoltuk, hogy játszani szeretnél. Ákos, kivel? Én Ferivel szeretek. Nagyon jó. Ferivel, jól van. Már indítjuk is az órát, jó? Úgyhogy csak között nézem, hogy mit kell. Igen. Hogy állunk játéka? Mi a helyzet? Hát 2-2. 2-2 van jelen pillanatban. Rajtad múlik most, Ákos. Teljesen jó, még kicsit tanuljátok, ezt rendben vagyunk. Jó van, ne indítjuk az órát, Jani. Trituban fejött. Te is az osztrákoknál dolgozol? Pontosan éppen most megyek ki, éppen vezetek. Minden nap átjársz? Minden nap, minden nap. Jó, akarsz kérdezni. Ugye ünnepnapok, mert ott annyi van, hogy hihetetlen. Sok az ünnepnap az osztrákoknál? Rengeteg, ott aztán minden, ezek a keresztes ünnepek. Figyelek. Azt szeretném kérdezni tőled, holnap disznóvágás lesz. De jó, mekkora jószág? 200 alatt vagy fölött? Fölött, ha jól tudom. Kolbászt csináltok, vagy a húst teszitek csak el? Állítólag lesz abból minden. Viszont óriára bontják. Óriára. Ezt ismered? Persze, óriára, akkor főztök levest is. Órja levest. Lesz leves. Az a helyzet, hogy a többit ezt jobban szeretem, mint ezt. Viszont ennek a szétbontását szeretném megkérdezni tőle. Így rádión keresztül mondjam el. Persze. A lényegét azt gondolom ismered. A lényegét persze, és most már azt is mondhatom, hogy igen, mert nagyon parádésan játszik. Lejárt az idő, ja. Így van. Szép volt, Ákos. Menő volt. Ennyi? De. Júj, de nagy képű legyen. Ennyi. Én profikkal akartam játszani, tudod. Profikkal játszottál, mert nem mondta ki egyikünk se, tudod? Tehát ettől mi nem vagyunk balfékek, hogy nem mondta nem, ki. Nem, egyébként azért választottam a legjobbat, mert tényleg akkor legyen fair. Na jó, van akkor. Ákos, megvan az elnék, csak ügyi baj, tök jó volt. Egyébként vigyázz, azt mondjátok, hogy be vagy, hát gondolom mindenki hallja, hogy 85-ös eléggé csúszik. Volt valami baleset. Hallották most reggel. Most már biztos, hogy hallották. Ákos, köszi. Én köszi. Küldjük az ajándékcsomagot. Hello. Köszi szépen, szia. Ciao. Hello. Na hát, behúzták ezt a hetet. Ezt a hetet is? Most már ez zsinórban hanyadik hét, amit elveszítünk? Sokadik, gyerekek, harmadik. Megindultunk lefelé a lejtőn. Megyünk lefelé a lejtőn, évvége van, kiengedtünk. Basszos. Olyanok vagyunk, mint egy, nem is tudom, mint egy ilyen lassuló gőzmozdony, ami már csak így gurulgat. Mint a félretett, vagy eltett, emlékbe eltett lufik. Hát meglöktük, a ugye, az év közben, után. És akkor most már csak gurulhatunk. 30 nyerthetünk van, tehát visszahozhatatunk. Jó, de hát lehet, hogy tényleg most vége az aranykornak. Á, csak nem.
Engem nem mert kihívni, tudta, hogy legyőzöm. tudta, hogy már ott futott, láttad, hogy futott a gyáva? Hallottad te? Láttam, hogy hajtott a gyáva. Húzott farokkal. Arra szaladt a gyáva. 5 perc van pontosan 7 órával, küldjetek friss közlekedési híreket, jövünk, majdnem azt mondom, hogy Ákos híre után. Nem, Ákos most nincs. Ákos most nincs. Illetve volt, csak ő játékos volt. Úgyhogy jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vagon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk, 8 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Itt vagyunk és folytatjuk, illetve pontosabban, hát nem folytatjuk, kezdjük a reggelt, mert még csak most akarjuk berúgni, hideg van, sötét van, de már-már pirkad, úgyhogy jó lesz ez, és hát péntek van, úgyhogy úgyhogy jön a hétvége, már akinek ugye, mert hogy egész szombaton dolgozom, de nem baj, Istenem, élő show. Kezdődik szombaton. Végre lesz. Egy csomó tehetséges ember. Így van. Igen? Adom mi meg te. Ezt azt mondom, látos. Már bocsánat, Istenem, ezt nem én mondtam, János mondta. Tiltakozom, és nagyon tehetségesek vannak, és nagyon ügyesek. És nagyon igen, vannak, mert vannak, hogy most is bejutott például egy nagyon profi kis csapat, csak hát... Tudom, mit akarsz. Mire gondolsz? Ja, semmi, hát semmi. Az Eszterinek a turnéja. Aranylövése, vagy hogy hívjátok? Mi az aranygomb? Akik amúgy is bejutottak volna egy. Az aranylövés, az picit más. Igen, ne keverjük egymással. Az nem annyira jó végkicsen, és az aranylövés, az akkor mondják, ha túltolod a kábítószer, tehát az nem biztos, hogy Márko az... egy aranylövés most. Igen, az nem teljesen. Aranygombos. Igen, és azt általában sajnos nem sérik túl. Na mindegy, szóval nektek 2 napos hétvége, csak ezt akartam mondani. Holnap én szolgálom a népet és a tévénézőket, úgyhogy én adásban vagyok, és már reggeltől ott vagyok. Hosszatok sütit, meleg teát termoszban, és gondolatok rám, kakaót is hozhattok, ott vagyok, megtaláltok. Igen. Rám gondoltok, megmaradt valami az ünnepi asztalnál. Akkor bevisszük. Árvengyújtásnál, bár csak vasárnap lesz, hozzátok be. Féli bacommot elkapom, kis káposztával megeszem. Mindennek örülök. Nagyon magányos. Nem a tétényben lesz a stúdióban? Dolog ez? Igen, ott van nagy tétény. Jó. De miért nem hozzátok ki hozzánk a rózsaműveldés játszba? Jelentkezünk egyszer onnan? Aha, nélkül lehetne mi? Igen. És itt vagyunk a Rózsa Művelődés Házba, Lőrincen, jöjjenek a tehetségek. Jársi lehet, nem? Város az utca. De akkor helyi tehetségek legyenek, tehát lőrinci tehetségek. Csak és kizárólag lőrinciek jelentkeznek. Ott szerintem találnak egy-egy gyöngyszemet. Akkor most ezen a hétvégén nem is jutsz el egyetlen kiváló adventi vásárban sem? Hát, mindegy. Elmehet vasárnap, vagy én. Ja, hogy vagy a bazilikához. Aha. De megyünk, egy csomó helyre megyünk mi is. Most robbannak. Már így idézőjelben. Már nem tudsz mit mondani. Ugye? Hát már nem tudod azt, hogy most robbannak a karácsonyi vásárok, mert basszus áthallásos, és senki nem akar rosszat mondani, de hát most robban be a karácsonyi vásár szezonja. De hát ezt nem mondhatod, mert 2 hét múlva, nehogy Isten, valami történik. Nem, jó, most indul. Most indul a szezon. Így van, a szezonja a karácsonyi vásárok. Igen, nem lehet már. Adventi forgatagnak. De egyébként nem mondjuk ott, hogy most robban be, kapják be. De tényleg, te nehogy már azért, mert a 3 ilyen kecskepásztor azt gondolta, hogy most bennünket megfélemlíthet, akkor mi most itt Európában már nem merjük azt kimondani, hogy berobbant a karácsonyi vásár. Igen. Nehogy már, hát amíg igenis nem szabad, hogy elvegyék, hogy tudunk nevetni, nem szabad, hogy elvegyék, hogy vásárolva tudunk menni, nem szabad, hogy elvegyék, hogy azt mondjuk, hogy most robban be a karácsonyi vásár, mert ha mi így asszociálunk, akkor mi ezt mondhatjuk, nem vehetik el a magyar embertől az asszociációt. Se a metaforákat, se a hasonlatokat, semmit. Mind a miénk. Mind a miénk, kapja be az összes kecskepásztor, nem? Az összes agymosott, hát az összes idióta, nem, mert azért máshol is vannak kecskepásztor. Jó, akkor az összes ilyen hülye, ilyen írástudatlan idióta barom, akinek kimosták az agyát, és abban leli örömét, hogy ártatlan embereket vált. Igenis, ha ezt akarod mondani, mondd ki nyugodtan. Ezt nem veszik el. A humort nem vehetik el. Nem vehetik el, abszolút nem. Egyébként tökéletes, hogy tegnap vagy tegnap előtt láttam egy belga karikaturistának, a Pierre Krollnak egy ilyen kis összeállítását. A terrorcselekményekkel kapcsolatban ő folyamatosan rajzol. És azok, hogy mondjuk a Charlie Hebdo is rajzol, de az nekem annyira nem jön be, viszont a Pierre Kroll az kifejezetten bejön, mert ő nagyon sok iróniával szemléli ezeket a dolgokat, és egy csomó olyan karikatúrát rajzolt, ami kifejezetten szórakoztató, és mutatja azt, hogy például a belgák hogy állnak ezekhez a történtekhez, és mit tudom, például olyan két kommandos vezet egy kisfiút az iskolába, és akkor a kisfiú hátra néz, és kérdezi az egyik kommandos, hogy szendvics be van téve, és akkor a kommandos pedig kérdezi a talkie-walkie-jában, vagy walkie-talkie-jában, nem tudom, hogy hívják, az anyját a gyereknek.
A szendvicsbe van téve? Asszonyom. Tehát ez jó. Ez jók. Amit a Charlie Hebdo-sok rajzolnak, azokat én az utálom. Hát én nagyon haragszom rájuk, és utálom az összes rajzukat, és az egész szerkesztőséget mindennel együtt. És nem érdekel, hogy hány éve rajzolják, és a francia liberalizmus, és semmi nekem nem érdekel. Nekem nem. Semmi. Nem. Nagyon haragszom rájuk, és nagyon értelmetlennek tartom, és felháborítónak, amiket ők rajzolnak. Egyébként plusztán profitból. Tehát, hogy senki ne gondolja azt, hogy ők a nagy liberalizmus, meg a szólásszabadság mellett állnak ki. Nem, ők azért rajzolnak ilyeneket, és minél durvábbakat, és ez egy ott dolgozó is elmondta, mert őket ütötték, verték, hogy még durvábbakat, hogy el lehessen adni, menjen a lap, bevétel legyen belőle. Tehát ez egy nagyon nagy kamu, hogy mert mi bármit lerajzolhatunk, mert mi olyan szentek vagyunk, és nekünk itt minden megengedett. Hát mondd már annak a szülőnek, akinek lelőtték a gyerekét Párizsba, és aztán látja a karikatúrát, issza a pesgőt, és hat helyen folyik ki belőle. Hagyjuk már. Rajzolgassál Facebookodra ingyen. Hogy mi európaiak bármit lerajzolhatunk. Persze, ilyen alapon, ha mi bármit lerajzolhatunk, akkor ők meg lőhetnek, mert a kettőben nagyjából nincs különbség. Mégis van különbség, de még sincs különbség. Mi miért bánthatjuk őket, ha ők nem viseljük el, hogy ők bántanak? Én nagyon haragszom rájuk. Az egy másik vonal, de mondom, a Pierre Krollak nagyon jó kis rajza vannak például. Jókat csinál, igen, és nem bántó. Nem egyáltalán bántó, és nem lép át egy olyan határt, ami már öncélú, csak azért, hogy most beszéljenek még többet arról a lapról. Meg, hogy még többet adjanak. Ott van például a Brüsszel egyik jelkép, ugye a pisilő kisfiú, Manneken Pisz. És ezt minden évben annak megfelelően, hogy éppen milyen esemény van a középpontban, az érdeklődés középpontjában, annak megfelelően öltözik át, már vagy 800 féle ruhába beöltöztették a kis emberkét, és a Pierre Krolmos rajzolt egy olyan képet, amin maszkban, kommandos ruhában áll a kis pisilő kisfiú. Tehát, hogy így rengeteg irónia van benne. Na igen, és de jó, jókat csinál, igen. Tegnap meg akartam hallgatni a Hunadal Eurovízió számotokat, beírtam a YouTube keresőbe, hogy Hunadal, az eredmény kismillió Nadal teniszmeccs volt. Hát. Ezek alapján Balázsnak duplán tökéletesen név választott. És tényleg így van, hogy ha beírtott, hogy Hunadal egybe, Nadal. Akkor Nadal, azt kezd, én is megnéztem tegnap. Polgár Peti, tűsétek hozzá. Így van, az a legjobb. Polgár Peti, azt mondja, várjál meg most. De a Facebook oldalunkon fönt van. Igen, a Facebook oldalunkon és a Klassznak a Facebook oldalán is fenn van, tehát azon keresztül is meg lehet nézni, onnan is rá lehet kattintani, de ha valaki mondjuk nem ezeket a változatokat favorizálja, akkor Polgár Peti és a Hungarikul Hunadal. 57.599-nél tartunk. Na, jó. Szeretik. Egy millió után fizetnek. No, 30-nál kezdtük el hype-olni. Aha. Oda elment önerőből. Szeresse a zsűri is majd, igen. Így van. Na, nézzük a közlekedési híreket, igen, osszátok meg és terjesszétek. Ez a mi dalunk az Eurovízióra. Ha bejutunk, megyünk, és ott a helyünk. Ott a helyünk. Trafi Nyírbátorban a Virágos előtti Pócsi úton Roli küldte nekünk. A Rákóczi hídon Pestről Buda irányába két autó koccant, elfoglalják a külső sávot, ha nem mennek tovább egyezkedni, hamar dugót fognak okozni. Ezt Ági küldte nekünk. 11-esen Esztergom, Bubánatvölgy előtt hatalmas baleset, négy autó ütközött, nagyon rossz helyen, pont a kanyarba lassítson mindenki, mert jeges az út, ezt Pisti küldte nekünk. Ott aludtunk a Bubánatvölgyben, igen. Egy érdekesnek mondható szállodában. M1-e 140-es kilométernél most rakják ki a szupertrafit a felüljárónál, Zoli küldte. Nekünk Nyíregyháza, Sóstóhegy, Fehér Oroszlánnál mérnek, Fehér Merci, üdv Olipe. És Léci, állítsátok meg az adást, át kell szállnom a kis autóból a kamionba. Imádlak, állítsátok meg az adást, mert és jó, igaza van. Állítsuk meg. Jó. Elindult. Itt vagyunk. Azt mondta, hogy kimondta az osztrák melónál, mindegy, kiárokról nem lakok kint. Nem mondta ki. Ákos nem profi, végigtolta a játékot, és teljes joggal nyerte meg az ajándékcsomagot. Álszent Bábú vagy Balázs? A kutya fáját. Na, megkapta. Ez már majdnem következik. Álszent Bábú. Az ilyen egy Bábú az ez, mondjuk fából és van. És ez többszörösen nem, ez jó, ez hát jó. Egy álszent is, de mások mozgatnak, aha, de Bábú is vagy, de nem azt mondod, hanem amit kell, és egy Bábú vagy, és ott vagy, és még álszent is vagy. Ez egy többszörösen összetett dolog. De ez jó, Bábú most megkaptad. Jó, érem, fia, mit tudom, érted, rohanj meg kisköcsök, ez semmi, ez nulla, ebből jön elég, ezzel nem tud az ember mit kezdeni, ezzel nincs miért elgondolkodni. Ez olyan, ami álszent Bábú vagy Balázs. Hágem. Ebbe van stílus. Ugye? Köszönjük szépen. Hágem.
Te hülye vagy, Balázs, ha rajzzal bántanak. Nem annyira. Ha rajzzal bántanak, az ugyanaz, mint amikor lőnek. Én nem ezt mondtam, nem ezt mondtam, és nem így értettem, hanem azt mondtam, és ezt ne is értsétek félre, hogyha őket bántják a mi karikatúráink, akkor mi panaszkodunk arra, hogy lőnek, és a kettő nem ugyanaz, ezt elmondtam, de miért ingereljük őket, miért rajzoljuk, és miért nem fogadjuk el, hogy vannak dolgok, amiket mi európaiak nem rajzolhatunk le, ha ebből erőszak lesz, és erőszakot váltunk ki. És miért mondjuk, hogy ti ne lőjetek, mi viszont rajzolhatjuk azt, ami benneteket bánt, és ami nálatok nagyon-nagyon komoly sértésnek számít. Nem ugyanaz a rajzolás és a lövés, és a rajzoláson nem halnak bele az emberek, én ezt értem, de egyszerűen nem éri meg szerintem. Nem éri meg ártatlan embereket kitenni, Európát kitenni, ezeket az embereket hergelni. Erről már beszéltünk a merénylet kapcsán, hogy nem ér ennyit egy rajz, és egész egyszerűen ezt kell meghallani. Nem azt, hogy ugyanaz az eszköz, a ceruza és a fegyver, nem ugyanaz, nem is lehet ugyanaz. Sajnos az ő eszközeik mások, de ami nekünk a ceruza, az nekik a fegyver. Sajnos. És nem ugyanúgy hat. Nem ugyanúgy hat, de nem mondhatjuk azt, hogy mi rajzolhatunk és bánthatunk benneteket, ti viszont nem lőhettek, mert nekik ugyanolyan erős a mi ceruzánk, mint nekünk az ő fegyverük. Ők úgy szocializálódtak fegyverrel, mint ceruzával. De a bennüket, őket ez bántja, hergeli, és náluk ez nagyon-nagyon komoly sértés, és nagyon súlyos bántás, akkor szerintem nem ér annyit egy rajz, hogy kitegyük annak a francia honpolgárokat, hogy valaki egy pályaudvaron 100 embert mondjuk azért lőre, mert ő megsértődött egy ilyen rajzra. És át kell látni azon, hogyha mi egy szerkesztőségben azért, hogy profitunk legyen, rajzolunk, mert azt mondjuk, hogy rajzolhatunk, nem csak a saját bőrünkkel játszunk, hanem már azon emberek bőrével is, akik ártatlanok, akik nem rajzoltak, akik tiszteletben tartják a másik vallását, akik nem rajzolnak Mohamed karikatúrákat, és azt mondják, hogy nem rajzolom, értem, az őt bántja, nem rajzolom rá, mert megértem, hogy az őt bántja, és nem veri a mellédőt, de én lerajzolhatom, mert az én eszközöm csak a ceruza. Mert úgy lesz majd hosszú távon béke ebben a világban, hogy megértem, hogy téged mi bánt, és te is megérted, hogy engem mi bánt. És ha téged bánt, nem rajzolom le, ha téged bánt, akkor én meg nem teszem meg az ellenkezőjét, vagy nem lövök. Érted? Tehát, hogy ez nem igazságos is, és nem ugyanaz a fegyver és a ceruza, de nem igazságos. Így van, a felvetés. Így van, így van. És teljesen értelmetlen szerintem. Na jó, nem akarunk ezzel foglalkozni, foglalkoztunk már eleget. Viszont van egy másik témánk, ami ennél sokkal vidámabb. És sokkal jobb, és sokkal szórakoztatóbb szerintünk, ennél mondjuk csak az lehet, mert hogy összeszedték azokat a szavakat, amikkel lehet jellemezni az ünnepeket. És hát tulajdonképpen ezek a szavak mindenkire jellemzőek, mi is megtalálhatjuk azt a 3-4-5 szót, amit hallgatóink elküldenek nekünk, amikor is, hát tulajdonképpen amivel ők jellemezni tudják az ünnepet. Ugye mindenkinek vannak ilyen szavai. Ezek hangulati szavak, hívószavak, kötőszavak, tárgyak, tulajdonságok, és cselekmények leírásai tulajdonképpen, de ha elolvasod egybe az egészet, nagyon jól jellemzi, hogy milyen felfokozott idegállapotban van az ország, és hát a keresztény világ karácsony. De hogy nem azt mondjuk a karácsonyra, hogy mondjuk melegség, ugye? Nem ezt fogjuk mondani, hanem azt mondjuk rá, hogy vásárlás? Már mire gondolsz? Most ezt nem értem. Hogy azt mondtad, hogy felfokozott idegállapot. Hát az egész karácsony szerintem egy felfokozott idegállapot. Nem a szép dolgokat fogjuk sorolni az öt szavunkkal, hanem az őrületet? Hogy sorbanállás, vásárlás, odaégett, töltött káposzát, kigyulladt a karácsony, hát, ilyeneket fogunk mondani? Ilyeneket fogunk mondani, de a sorbanállás, vásárlás se rossz, de ennél vannak sokkal jobban kifejezőbbek, mert a sorbanállás, vásárlás, igen, ez történik valójában. Egy körímél terjed most az interneten, és ebben tényleg minden benne van. Ha tudunk jobbat, még összeszedhetjük. Csak egy-kettőt, hogy milyen idegállapotban vagyunk karácsonykor. Azt mondja, hogy, és ez még nem az összes. Ugye így kezdődik, hogy 24-e, hát ezt tudjuk, hogy ez egy ilyen szitok szó lesz már a 24-e. 24-e, kénefa, nem ér rá, majd holnap, veszek fát, az jó lesz. Hogy néz már ki? Megyünk Nagyihoz? Nem akarok. Jön a Jézuska? Minimaxel. Nagyi mesél? Minimaxel. Most hagyd abba. Hozd el a fát. Hol a tarv? Nem én raktam el. De te raktad el. Ott lesz. De ott nincs. Ugye te raktad el. Eltörn, baszom. Igen. Menjél Tescóba. 3:30 van. Hol a fűrész? Szomszédnál. Hol a flex? Szomszédnál. Hol a szomszéd? Nagyon szeretem. Anyád. Anyámat hagyjuk ki. Tedd le a kést. Hol a díszek? Fent a szekrény. Fenti szekrény, mert nincs. Nincs ott semmi. Másik szekrény. Ígő jó. Tavaly vettem. Nem még basszus. Pótizzó. Az se még. A francba az égővel. Kell az az égő. Hova mész? Vásárolni. Alufólia, bandi, azt mondja, csengettyű, nincs meg a csúcsdísz. Hol a csúcsdísz? Te tetted el. Nagyon szeretem. Csomagoljál, tök pazarlás.
Klasszik, ugye? És ezeket kimondod, és tényleg így van. A nők elkezdenek csomagolni, te állsz hülyén, és azt mondod, hogy ne pazarolj, nem kell, ne tegyük be egy szatyorba, jó lesz az úgy. Nem kell. Csomagoljál, tök pazarlás, akkor főzé, főzők pacet. Én többet soha nem csinálok semmit már. Nagyon szeretem, csomagolok, hol a Cellux papíroknál. Gyertek enni, gyertek már enni, mindjárt. Ülj le az asztalhoz, nem ülök le. Tedd fel a lemezt, milyen lemez? Szenteste, nem kell. Kiskarácsony, nagykarácsony, pásztorok, na mit kaptál, nem legó. Nem egyetlen, nem legó. Na mit kaptál, nem legó. Ne sírjál, legó kell. Fakocka, legó kell. Nagyon szeretem. Mondtam legót, nagyon drága. Ne a gyerek előtt ne hisztizzél, ez már a vége. Ugye? Tehát a ne a gyerek előtt ne hisztizzél, ez már abszolút a vége. Íg az égő, mondtam kontaktos. Janiékhoz, hogy bepillantottunk egy kicsit Jánosékhoz, és íg az égő, mondtam kontaktos. De szép nyakkendő, úgyse hordod, akkor is. Tehát az összes olyan szó benne van ebben, amivel ki lehet fejezni a karácsony. Jó a lánc, nagyon szép, nem kellett volna, pénz nem számít. Kapsz anyától, ne sírj, prücsök. Szeretlek, én is téged. Itt a vége. Na, hát ezek a szavak, amikkel ez a kis e-mail jellemzi a karácsonyt, és hát ha egyenként kiemeljük őket, vagy átbeszéljük, nagyon jó. A talptól kezdve a fél négykor délután még elmész bevásárolni, mert valami hiányzik, az anyádék átjönnek-e, ne jöjjenek át, hagyjuk már, ne veszekedjünk, minden benne van. Nem? Abszolút, és végig is kíséri az egészet, ugye a 24-e reggeltől egészen a végéig, amikor mindent megbocsátasz, és azt mondod, hogy én is szeretlek, mert ez az utolsó szó, hogy én is szeretlek. Aha. Gyönyörű. Nekem a befaragás tetszik a legjobb. Igen, csak nem mindegy, hogy mondod ki ezt az én is szeretlek. Igen. Na, a hallgatók írják meg nekünk, hogy náluk mi az a három hívószó. Lehet az is, hogy magát leírjátok, hogy veszekedés, de nem biztos, hogy az a jó, hogy azt írjátok, hogy veszekedés, hanem ezen a vonalon próbáltok meg elindulni. Tényleg, ez a úgy se rakod el, ragd már el, hol a fa, hol a dísz, a felsőpolc, nem a felsőpolc. Tehát, hogy próbáljátok meg leírni azokat a szavakat, ami biztos, hogy elhangzik karácsonykor. Mint ahogy tényleg a kontakthívás, mondtam, hogy olcsó. Ugye? Hát persze, tökéletes, hogy közben vázoltam egy olyat, ami nálunk minden évben megvan. Na, ez leírtad? Ez pedig a következő. Van még izgó, oda tettem, de itt nincsen, elpakoltad, biztos, hogy nem. Akkor nincsen, kinek a dolga? Minden az enyém! Ugye? Na, hát erről szól, az tipikus. Igen, hol a balta? Nem tudom, te tetted el. Én tettem el, nem használom. Én faragja, a műanyag jobb, minden évben. Dehogy is nem. Balázs is mondta, dehogy mondta, kap. Menj le a garázsba, nem megyek le, vegyél papucsot, nem veszek papucsot, nem mondd meg, mibe menjek le. Így van, majd jövőre, szebb leszek. Mondd, hogy finom, megsértődik. Vegyél sort, nem veszek sört, de jön át apád, akkor veszek. Tehát, mindenkinél van, és most nem is azt kell leírni erről, mert később foglalkozunk, ugye ez mindig egy nagy ünnepi közhely téma, de hogy nálatok hol csúszik el, mi ezt a témát nagyon szeretjük. Ezt minden évben megcsináljuk, ez a kinél hol csúszik el, kinél meddig idilli a hangulat, és van egy pont, ugye erről sokat beszéltünk már, amikor megtörténik a törés, és a nagy békéből egy óriási veszekedés lesz, valami elcsúszik. Odaég valami, a gyerek túl sokat sír, előre megtalálja az ajándékot, valami elcsúszik. Rum van benne, rakjál még bele, még rakjál. Igen, nem lesz sok a rum. Igen, tehát most ne hosszan írjátok le, hogy nálatok mind csúszik el, csak hívó szavakat. Ami egészen biztos, hogy 24-én valakinek a szájából elhangzik. Vagy szitokszóként, vagy káromkodásként, vagy azért, mert indulatos és indulatszóként, de egyszerűen biztos, hogy valakiből kibukik. Nálunk biztos, hogy minden, de 100%, hogy elhangzik a majd jövőre. Hogy majd akkor jövőre, igen, majd jövőre, majd erre is oda fogunk figyelni, és akkor még szebb lesz a karácsony, és akkor olyan szép karácsonyunk lesz, hogy hú, és aztán minden évben az, hogy na majd a következő karácsony, hú, de akkor minden patent lesz. De és mindig ugyanaz az egy hiányzik, vagy mindig valami más? Nem mindig valami más, tehát hogy az, amit tavaly hiányzott, az idén már van, de valami mégis hiányzik ahhoz, hogy tökéletes legyen. Igen, hát nálunk is nagyon sok ilyen van, ez a vedd meg a fát, majd megveszem. Miért nem vetted meg? Mondtam, hogy megveszem. Még. De meg, hol akartad megvenni? Még van egy bot, az már nincs nyitva. Majd ott állunk 24-én délután. Csak csúnya van. Igen, csak csúnya van. Megyek, veszek már. Nem ennyi, mondtam, hogy megveszem. Tehát nálunk a Viki azzal zsarol, hogy akkor ő elindul. És akkor... Igen. Ő ugye már elindul, de akkor én érzem, hogy már ő menne fát venni, és akkor megyek. És sírva öltözteti a két gyereket. Tavaly előtt hazajöttem, és azt mondom, hogy nem találtam fát, majd lement, és 3 percből beállított egy fával. De ilyenkor... De tényleg nem láttam, már annyira be volt szűkülve a tudatom, hogy nem vettem észre, hogy ott az Interspár mellett egy 4 hektáron még fát árulnak, csak benéztem kívülről, és azt hittem, hogy nem meghagy, de... mondtam, hogy nincs fa. Hazamentem, mondom, jó, na, hülye vagy. Elment, az 2 percből beállított egy fával.
megsemmisülsz. De ilyenkor egyébként tényleg az univerzum üzen neked, mert hogy ő biztos, hogy 2 perc alatt talál. Tehát, hogy ilyenkor meg akar tanítani valamire az élet, az egész biztos. Igen. Nem találtál soha, és tényleg igazad van, mert te reggeltől estig lótottál, futottál, kerested azt a rohadt fát, hogy meg elmegy is 2 perc alatt. Igen. Alá. És nálunk a méret. Miért ekkora? Én szeretem. Kiskoromban nagyfa volt. Nem kell nagyfa. Miért nem nagy? Hol a talp? Tetetted-e? Farag bele, nem faragom. Jó lesz a sok az ága. A nagyfa szép fa. Parlament. Kisfa kell. Mondtam, kicsit vegyél. Nagyot veszek, nem veszek kicsit. Utálom a kisfát. Vidd vissza, nem jó. Hol a talp? Tetetted-e? És újra. Mondtam, hogy vegyünk egy új talpat, ugye? Klasszikus. Klasszikus mondat. Miért nem? Miért nem ez is? Jó, ez is. Leullik a tűlevele. És te söpröd össze. Igen. Ugye milyen szép? Abszolút. Ugye milyen szép ünnep ez a karácsony? Na, drága hallgatói, írjatok nekünk hívószavakat, jó? Hogy kinek hogy telik majd az ünnep, és igen, hát ahogy mondtuk, a rohanás, az idegeskedés, a rokonok és a családtagok megutálása 24-ére, a csomagolás, nem csomagolás, hát nagyon sok. Legyen már vége. És a vége, mikor... Vége. Legyen már vége. Menjen haza, anyuka, menjen haza. Igen. Nálad azt írják, Feri. Feri, ez már 10. vodka, 8. sörre. Micsoda, vodka sörre? Nem iszol te vodkát sörre. Finoman borozol. Hát... Nem igen. Hallgatott ezt a műsort, úgy látom, vodka sörre. Ahhoz azért nagyon keménynek kell lenni. Valakinél csak ennyi az ünnep. Last Christmas, kapcsolt ki. Don Vittorio küldte nekünk. Köszönjük szépen. Igen. 24. reggel, megvan minden? Nem is tudom. Akkor menjünk. Így írjátok le, jó? Igen, illetve a nagy kulcsmondat, szerintem, ami szintén rengeteg helyen elhangzik. Mi van még nyitva? Mi van még nyitva? Igen. Megvettél minden? Nem. Akkor menjünk. Mi van még nyitva? Nem tudom. De induljunk. Küldjétek az SMS-eket, jó? 2-3 hívószót, hogy nálatok milyen a karácsony. 7:30 pontosan jövünk a hírekkel és a játékkal, illetve pontosabban a játékkal és az SMS-ekkel a hírek után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 lesz 3 perc. Szóval szép reggelt kívánom mindenkinek, Király Viktor új dala után. Igen. Többször meg kell hallgatni, hogy az ember megszokja. Ugye? Amíg ide ér az új sláger, addig jó ez. Nem, örülünk mindenre. Gondoltam, örülünk mindennek, csak egy mélyebb dal többször. Többször meg kell hallgatni. Na nézzük, mit írtak a hallgatóink. Ugye kértük őket, hogy hát jellemezzék nekünk szavakban most csak a karácsonyunkat. Egyelőre szavakban. Nem kell sztorikat kibontani, nem kell megírni. Vagy nem kellett megírni, hogy kint csúszik el az ünnep, mi történik, mi mindig a másikon. Persze, mindig a másikon, ezt majd később úgyis kivesézzük. Most egyszerűen csak szavakat, hangulati elemeket, indulatszavakat, cselekményeket írjatok le nekünk egymás után, hogy kinél mi történik. Azt mondja, hogy nézzük, mit írnak. Zsuzsa például ezt mondja. Náluk így zajlik a karácsony. Hol a műfenyő, padom? Hol a dísz? Nincs kész. Forró, ne nyúlj a krémhez. Húzd már ki a konyhából. Na, ne falt fel a szaloncukrot. Bírd már ki. Ha, jaj, a dísz leborult. A rohadt életbe. Dobd ki azt a döglött macskát. Zsuzsa. Halászlét megfőzött? Minek? Mert te szoktad. Úgy se eszel belőle. De te szereted. Más se. Nem baj, majd megeszed. Guba lesz? Lesz. Kifli? Nem vettél. Felírtam? Nekem nem. Ez nagyon jó. És ugye ez azért jó, mert hogy persze felírta, nekem nem, de hogy közben tényleg ez a kinek főzöd, ő eszik-e belőle, akkor nem csinálom, de ha nem csinálsz, én nem eszem. Miért nem eszem, nekem csinálod, de úgy se eszed, megmarad. Annyira klassz. Annyira tipikus. Ha van, az a baj, ha nincs, az a baj. Tavaly is ez volt. Jó. Nem csináltam? Miért nem csináltam? Tudod, hogy szeretem, de csak te szereted. Nem szeretsz. Roberto, ő ezt írta, náluk így zajlik. Hol a dísz? Az ágynemű tartóban. Ott nincs. Akkor a spejzban. Megvan. Az egyszínűeket rakt fel. Nem, én több színűre akarom. Én meg nem. Akkor csinál te. Jó, akkor pucol te a halat. És süssél. Náluk így zajlik. Roberto, kidíszítsa a fát, nagyon jó. Sáriéknál a következő karácsony. Süssünk beiglit. Nem kell beiglit. Akkor én is ütök. Miért? Mákosat, diósat. De a diósat senki nem szereti. De akkor is csinálok. Akkor süssön. Nincs élesztő. Elmész boltba? Elmegyek. Veszek beiglit. Beiglit sütni kell. Vissza a gyerek. Gyönyörű. Gyere segíts, miért úgy csinálod? Anyu bánt, ne üsd a hugodat karácsonyban. Gyere segíts, miért odarakod? Anyu, ez hülye, karácsony van, ne beszélj csúnyán. Kész a vacsi, a diót is mézzel, jó étvágyat, azért szeret mindenki mindenkit. Niki küldte nekünk. Kicsengetett keresztapát, mondtam, hogy ne jöjjön, nincs ajándék. Adod az anyádét, írt egy másik hallgató. Milyen színű fa legyen idén? Mindegy. Akkor fehér díszek lesznek. Minek? A tavalyi arany miért nem jó? Legyen más idén. Minek? Akkor maradjon az arany. Nekem mindegy. Lehet fehér is. Júj, de szép! Júj, de gyönyörű! És ezt tudjuk ragozni a végtelenségig. Igen,
fába mindig a csajok akarnak újítani. Igen. Mindig kitalálják. De miért nem a tavaly nő? Akkor több színű és a, legyen. És nem akarják megérteni, hogy a paliknak kicsit mindegy. Kicsit mindegy. Hát, én nekem mindegy, hogy most egyszínű vagy arany. Én oldja meg. Nem az az ő kreativitása. Ha most arany, legyen arany. Hát nem központi kérdés, hát nem kardinális kérdés, hogy milyen színű legyen a fa, de az ő lelkükben az. Viszont tavaly fehér volt, és visszamenőleg megkérdezett, hogy milyen volt az elmúlt 6 évben az, az elmúlt 6 év karácsony, és mindegyiket elmondja, hogy mikor milyen színű volt. Nem? Mekkora volt a fa, tavaly ezüstöt vettünk, de az nem jó. Igen. Most luc legyen, nem a luc, mert az hullik. A... Komoly dilemma. Hagyja. Milyen színű mondd legyen meg a fa? Miért vegyek. Mondd, hozom. 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 Ennyi, nem kell ezt uragozni, igen. Kell fa? Nem. Vedd meg, nem. Vedd meg, hülye vagy. Vegyél, vegye meg apád. Tedd fel bablét. Tomla, aki küldte nekünk. Bublé, igen. Michael Bublé, gondolom, igen. Melyik a zselés? A sárga? Nem. A piros? Igen. Basszus, az marcipános. Akkor a sárga. Nagyon szeretem. Azt mondja, hogy padláson, spájzban, ennyi van, jó az. Sül már, alszik, ne jöjjenek, szőnyeg, szőnyeg, ennyi. Túl magas a fa, nem fér el a csúszdisz, vágjál le belőle fél métert. Hülye, ne a tetejéből. Nagyon klasszikus, köszönjük szépen. Ezt anyádéknak? Drága lesz. A többieké? Nálad van. Nem én vettem. Ú, de szép. Hol a többi? Hol a többi? Ez se lehet rád bízni. Ne bőgjél. Jó, ne bőgjél. Ne bőgjél. Hazaköltözöm. Az lesz csak az ajándék. Ez a befejezés. Gyönyörű. Minden benne van. Tényleg minden benne van. A boldogság, az ajándék átadás, összeveszés, sírás, kibékülés. Tehát ez, ez minden tényleg benne van. Legalább karácsonykor ne üvölts. Igen. Igen. Nagyon szép a következő. Nagyon klasszikus. Finom a zserbó, én sütöttem, egyetek még, nem kérek, már tele vagyok, egyetek még, nem maradjon itt. De tényleg nem kérek, tele vagyok, egyetek már meg, ne kelljen ki. Nem ízlik, nem ízlik. Nem ízlik. Én mindig eszek nálatok. Ezért sütöttem. És ez a vége. Ezért sütöttem. Jó, de szép. A szüleimnél minden 24-én. Apám, mikor eszünk? Anyám, még nem. Apám, de mikor eszünk? Anyám, még nincs kész. Apám, ne kiabálj a szeretet ünnepén. Anyám, akkor sincs kész. De jó, nagyon jó. Ó, nagyon szeretem ezeket az esemeseket. Ferde a fa, rohadjon meg, kösd ki, nem kötöm, majd én kikötöm. Nagyon szép. Mi ez a sokszor? Vedd már át a másik oldalon, nem kell. Jó az úgy, segíts már. Jó az úgy, fogjad már. Jó az úgy, nem kell több dísz. Jó az úgy, eldől a fa. Jó az úgy. Jó. De szeretem. Hát, ha nem mondom el egy szentes alatt 24-szer, hogy jó az úgy, nem egyszer nem egyformán szeretitek a karácsonyt, ez a baj. Látod, itt van a konfliktus. A nők törekednek a tökéletességre. Te meg így elengedett, hogy szerintem jó az, hogy itthon vagyunk, nyugi van. Elég az. Ugye, elég hogy az mennyire szép, attól szép a karácsony. Igen. Egy hallgató ezt írta. Náluk ilyen a karácsony. Apád már megint részed? Mikor eszünk már? Kelts fel apádat. Nem bírom. Hagyjad egyél. Apa, délutára vége van. Apa délutára leadta a forgalmat. Ennyi. Ennyi. Azt mondja, hogy miért ilyen vastag a fa? Ez nem vastag. Papa nem bírja befaragni. Évente egyszer egy perces meló. Nem bírja. Vastag, vékony, szemét vagy. Ne hiszd itt, jövőre se dugok veled. Szép a vége. Mézes kalács, csak egyet tehetsz. Nagyon finom, kicsit kemény. Ez is kemény. Mondtam, hogy csak egyet tehetsz. Jó, ide szeretem. Na jó, van. Én van, aki csak annyi hír, szenteste van, ne káromkodj. Hát igen. De jó ez. Na jó, jó ez. Hát igen, azért jó ezt így olvasni, hogy nem csak nálunk hangzanak el ezek a mondatok. Tényleg, én semmi más nem kívánok, csak annyi ezres legyen a zsebembe, vagy annyit kapjak havonta, ahány magyar családban elhangzik az, hogy a vendégségben azt mondja, nagyon finom, de már jól laktam. Igen, vagy a ne így áll többet. Igen. Vagy a ne így áll többet, az is nagyon klasszik, igen. Na jó, van, játszunk. Óven bácsi, a Berú nénivel már is itt van a játékosunk. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óven bácsi és Berú néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Jó reggel! Hello! Jó reggel! Zoli, hello, ciao, honnan hívtál minket? Sziasztok, igen. Igen. Honnan hívtál? Továbbra is, igen. Budapestről, Kőbányáról. Nem szólunk, vagy nem jól hallasz, vagy mi a baj? Hát lehangította a rádiót, és nem szoktam hozzá, hogy telefonon hallak titeket. Ja. Hát gondolj arra, hogy valaki mással beszélsz, mert azt már nyilván megszoktad, és akkor mi ugyanúgy leszünk ott hangformájában, mintha mással beszélne. Rajta leszek. Igen. Azt írtad, hogy nem hallhatok meg úgy, hogy nem játszottam Óven bácsit és Berú nénit. Ennyire nagy a baj? Hát nem, csak tegnap mondtátok, hogy véget fog érni. Ez van. Ez az utolsó, Óven bácsi.
Vagy nem. Na vagy... Három hónapja ezt mondjuk, és akkor készül a következő játék jövőjét hétfőre. Nálunk ezt nem mindig lehet. Nyugtával a napot. Igen. Elvileg lehet, hogy ez az utolsó Ben bácsi. Bizony. Igazából csak szeretnék, ha végre valami nívó is kapcsolódna ez a játékhoz, és tudod így felértékelődni. Három hónapja azt mondjuk, hogy utolsó. Na, Zolikám, figyelj ide. Mutatjuk, mit csinálnak, jó? Rendben. Elkállnak. Egy kis galop. Galop a gyepen. Mehetünk? Lehet. Egy filmzenét kell kitalálni. Jó? Figyelj. Rövid lesz, mert könnyű. Dirty Dancing? Az bizony, hát végre egy pasi, aki szereti a Dirty Dancinget. Vagy legalább megismeri. Dirty Dancing, így van, kitaláltuk. Beadhatjuk, Zsuli, kitaláltuk, ilyenkor meg szoktuk mutatni. Tudjátok meg, hogy B-bet senki nem ültetheti a sarokba. Szereted a Dirty Dancinget, tényleg? Zoli. Hát, tartozok egy vallomással az egyik angyali kolléganőm. Nyomta be a megoldás, de megvan az. Jaj, nem, te ismerted meg. Pedig a Balázs már felajánlottam, hogy nézzétek meg együtt. Hiszen közülünk, hogy egy rokon léve gondolta. Igen. Én bírom ezt a filmet. De ha valahol rákadok, mindig megnézem. Jól van, oké, hát megvan az ajándékcsomag, és lehet, hogy az utolsó Ben bácsit játszottuk le ezzel, Zolikám. Lehet. Úgyhogy küldjük neked az ajándékcsomagot, jó? Jó, köszönöm szépen. Köszi, ciao. Sziasztok! Hello! Ki tudja, melyik rész ez a filmből? Te történik itt? Táncolnak. Énekel egy nő. Meg egy férfi. Eleje közepe vége? Közepe. Gondolom az lehet, hogy így összesimlak is kell. Hülyén és nagyon gyorsan néznek először egyik irányba, aztán a másik irányba. Nem? Ez nem szerelmi dal, úgyhogy nincs simulás. Akkor nem tudom, még takarítják a klotyót. Ez a vége a filmnek. Igen? Igen. Patrick Swayze? Visszatér. De jó. És soha nem jutottam el a film nézése közben. Ez 5 perc után lefűzte. És eltáncolják azt a táncot, amit régóta tanultak. És itt megcsinálja az emelést. Oh! Tényleg? Itt, ugye? Szalad, fölemeli, tartja. De nagy. Gyönyörű. Ez a pecsanga? Nem. Azt csak Patrick Swayze azt hiszem tanácsolja, hogy legyen az árótánc a pecsanga, de leszavazzák. Nem lehet. Nem. Nem lehet az árótánc. Van egyáltalán olyan tánc, hogy pecsanga? Nem tudom. De most komolyan. Nem tudom. És itt már mindenki örül, tapsolnak, csókolóznak. Hm. És már Béb szülei is boldogok. Ja, már nem szok. De hogy is csak eljátszák, mert jó gázs. Rohadt jó gázs, igen. Na. Én csak a Flashdance szeretem. Az az egyetlen táncos film, amit kicsit kedvelek. Na, én meg azt utálom. Úgy, de jó azt. Na, én azt utálom. De jó. Az melyik? John Travoltás? Nem, az hogy az, is, nem, az a hegesztő az lány. Maradni. Ja. A hegesztő lány. Tudom. Az Olivia Newton-John-os John Travoltás, Grease-t is utálom, meg a Flashdance-t is. Hú, de jó. De a Dirty Dancing-et nem. Azt bírom. Azt mondjuk, hogy mondtam, hogy a felnőtt film változatát, de, hogy, de az is van. Nagyon jó. Igen. Ilyen. Jó, de te mindennek a felnőtt film változatát szereted. Nem? Hát, mi vagyok én, gyerek? De igen. A Nyilas Misi makkot kapott. Ja, ugye? Igen. Az nem. Na, az mondjuk konkrét. Nem? Az nem jó. Inkább a Pinakkió. Nem, én a Nyilas Misi makkot kapott. Jaj, de jó. Amit elmondtál, az a... egy másik csapat. Abban nem szoktam passzolni. Abban nem. Jó van. Na jó. Várunk rá az közlekedési híreket. Jó? Küldjetek el nekünk, hogy mi a helyzet az utakon. Ha láttok trafit, balesetet, akkor küldjetek nekünk. Mindennek örülünk, jó? Mi pedig jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra után vagyunk pontosan, 8 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, péntek van, és jön a hétvége. Jön a hétvége. Jaj, ez jó. Ez mindenféleképpen jó. Két első nap. Advent. Két nap szünet, így van vasárnap gyertyagyújtás, mert az első advent az és vasárnap. És vásárolni, gyerekek. Nyitva van, minden lehet venni, vásárolni, az ember készülődhet, vásárolhat. Ki hétköznap, ki hétvégén, aki bírja a tömeget. Hétvégén megy, aki nem szereti hétköznap megy, minden esetre készül. Készül az ország a karácsonyra.
Hozzak valamit neked Győrből szombaton, mert én szombaton ott leszek, te meg azt hiszem, hogy forgatsz. Egész nap nem forgat, ez már az élő. Egész nap próbál, érted? Aj, de szépek azok, ugye emlékszel, és mikor élő műsort csinált, hogy milyen jó volt egész nap ott. De jó volt, mennyire szerettem volna máshol lenni. És ugye? Most meg is adatik. Reggel bemész 8-ra, 9-re, na jó, én 10-re, és amiből 10:30 van mindig, és akkor utána ott vagy, este 10:30-ig. Hát, ez az alázat. Hát, ez ennyi. A munka iránt érzett szeretet, az alázat. És amikor mások vásárolnak, készülnek a karácsonyra, hú, basszus, akkor én ott vagyok, hogy szolgáljam a hazát, hogy a népet és a tévénézőket. Erre iszom. Istenem. De hát nem irigylem a sminkeseket. Miért? Hát mert te ugye igényled az igényességet, a Domit meg ugye 4 órával korábban kell elkezdeni sminkelni, hogy slank legyen. Ez a testét nem sminkeli. Nagyon slank a Domi, nagyon egyébként sokat. Most rengeteget szel a kalappal előtte, neki ez egy nagyon-nagyon kemény projekt már hosszú évek óta, és rengeteget ledobott. Igen. Kérdeztem is, hogy mi a módszer, de és mondta. Lehet, csak felhúzta, igen, nagyon jó a személyjegyzője, felhúzta általán a pulóvert, és mutatta a korbácsütéseket. Na, megleptek bennünket itt a stúdióban. Bizony, a Biebers. Így van, a Biebers megérkezett hozzánk. Olyan helyesek voltak Puskás Petiék, mert hoztak nekünk ajándékot. És ezt mi mindig nagyon kedveljük, ők is kedvelnek minket, mi is kedveljük őket, és ajándékot hoztak nekünk. Elmondták, hogy igazából az utolsó Oven bácsit szerették volna élőben kellő tiszteletadással elbúcsúztatni. Mert hogy ez egy történelmi pillanat volt, ha minden igaz, lehet, hogy tényleg az utolsó volt. És elhozták nekünk a legújabb nagy lemezüket. Nagyon jó. Ami már itt van a kezünkben. Még forró. 19 dal van rajta, ami egészen megdöbbentő. Nagy az enyém 22. Nagy akkor lehet, hogy te bonuszolt japán verziót kaptad. Te a low budget-eset kaptad, igen. 19 dal. 19 nagyon durva, dal. Nagyon durva. Hát ilyen lemezeket, én mondtam is nekik, ilyen lemezeket mostanság már csak ők meg az Iron Maiden adnak ki. De tényleg, le a kalapon. Komolyan mondom, fantasztikus meló lehetett benne, és megnéztem már egyik, hála Istennek nem alkoholos filccel van dedikálva, úgyhogy remélem a nővérem nem hallja most ezt az adást. Megvan egy kis ajándék. Na, két darab zselészalon cukor, és meg is vagy. Én, nem is fogdosom össze, hogy újnak tűnjön. Én röhögtök, röhögtök, de Jani kérdése tényleg az volt. Hogy köszönöm, aha, dedikáltátok, de ellensek vagytok. Nincs véletlen egy, amit nem írtatok alá, jön a karácsony. Hogy tovább tudjam adni? Hát a hajam, a maradék hajam is kihullott. Igen, szerintem ők se értették. Ennyi, figyelj. De aztán hoztak egy azonnal le kell csapni. Hát ott ilyen ajándék valakinek, ez néz ki, hát azonnal, azt meg kell ragadni. Ezt meg kell ragadni. Nekem meg. És hoztak egyet neked külön, ami nincs dedikálva. Igen, úgyhogy nagyon igen. Nevettek, azt hitték, hogy poén. De nem. Igen, először igen. Milyen vicces ez olyan? Nem, komolyan mondtam. Tényleg jön a karácsony. Először a naptára. Akkor a bajban vagyok minden évben ilyenkor. Ugye? Hát egy pici kis ingyen ajándék. Megspékeli a karácsony. De nagyon helyesek voltak. Hogy a következő az legyen műanyagtokos, amit te szoktál mondani, ugye, mert papírtokkal nem lehet jól havat takarítani az autóról. Azt is szegény, hogy micsoda. Jó, az az én mondatom volt, igen. A kozsos CD-n pont eltört, mondom, jó lesz jégkaparónak, de nem, humorizálunk velük. Humorizálunk. Itt van még a Peti? Itt van? Na, jöjjön már be egy mondatra csak. Gyere te fiú! Csak köszönjön be. Hát ha már itt van, köszönjön be a hallgatóknak. Hello! Te már kabátban? Ciao! Gyere nyugodtan! Ott a mikrofonon. Csak egy fél mondatra. Hello! Hogy? Nagyon drágák vagytok, köszönjük szépen. Mármint hogy drágák? Hát, hogy nem, az ingyen volt. Szerintem rajta hagytam a szárat. Igen, 600 forint. Csak 2000. Helyesek vagytok, köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Csak úgy behoztátok nekünk? Csak meglepiből? Igazából meglepiből, mert az, hogyha jól tudom, már többször beszéltetek rólunk, és nagyon szépeket mondhatok, és hát ilyen apró gesztusként, hogy hát ezt tudjuk, hát... Hát ez nagyon jó, jól szokták megköszönni, de jó lesz. De azt a szerkesztőknek adtuk oda. Jó. Mindenképpen. Egyébként Peti nem ilyen szerint, csak most egy picit be van feszülve, mert most beszélgetünk az előbb, és elárulta, hogy betámadták őket a Justin Bieber rajongók, és most ez most nagyon komoly problémát okoz neki. Most van egy Bieber versus Justin Timber? Azóta Nagykovácsiban is szanatóriumban élek. Egész jól alakul a dolog. De 6 darab 13 éves kislány fenyegető levelet írt, hogy... Tudod, milyen durva az egyébként? Az ember meglepődik, hogy azért mi tud kijönni fiatalok szállat. De szemét állatok vagytok, ellopt
pedig a gettóban nőttem fel, és ez van. Uh-huh. Azért képzeld már el, amikor mondjuk egy bevásárló központok a mély garázsában megtalálja 300 darab 11 éves. Tudod, kik vagyunk? Hagyd majd én beszélek. Kinyitják az apjuk által, vagy az apjuktól elkötött, nem tudom, passzatot, és ott van bent kifóliázott kis csomagtartó, érted, és Petit befektetik oda szépen, hogy lecsukják a csomagtartót, és most vágd hozzájuk a vízzel teli lufikat! Petikém, köszönjük, csokoltatunk benneteket. Jó? Köszönjük szépen. Hoztál a Jani-nak egy olyat, ami nincs dedikálva? Hoztam természetesen. Na jó, van, nagyon jó. Karácsonyra lesz ajándék. De jó. Még nincs is december, és már megvan az egyik karja. Jani? A nővére már ki van pipálva. Gyerekek, azt hiszitek, hogy viccel, de tényleg a mindenki egy jót nevet, és azt mondja, jaj, de ez a Jani, hát egy ilyen humoros, halálosan komolyan mondja. Tehát halál, ez semmi vicc nincs. Tehát a nővér ki van pipálva. Marha jó egyébként. Megnézem, mi van még a raktárban. Jó, ez van. Az is jó, hogy tudom valami. Nővére most kávézik, és ilyen fogja a homlokát, és azt mondja, hogy basszus időn, akkor de Rizzil, ez Bieber, ez két éve Road volt. Többenetesen, elképesztő. Pedig én csokoltatunk, köszönjük szépen. Imádunk, szeretünk, köszönjük. Ciao, hello. Tudok Road pólót szerezni kell valakinek, jó? Na, az a legalja, egy Bieber CD, egy Road pólóval. Az igazán megálmodott, kitalált, kicsit se, nem is tudom, ilyen merchandising hát, érzetén. Akkor lenne kellemetlen, ha egy ember kapná, de így most a nővérem fia is megkapná. Hát, persze. Hogy kell úgy karácsonyi ajándékot vásárolni az egész családnak, hogy egy rohadt büdös forintban ennek kerüljön. Erről fog jövőre könyvet írni. Magdi, Oxi, kipipálva, király. Szóval tudunk még segíteni. Figyelj, én egy teljesen üres, csupasz, fehér felirat nélküli bögréből iszom a teát. Igen? Kinek lesz jó? Gábornak. Most viheted a bögrémet adás nagyon után. Jó. Nem Klassz FM-es, nem Morning Show, semmi nincs rajta, nincs dedikálva, amit akarsz, azt írsz rá. Meg vagyunk? Nagyon tetszik. Jó, mondjuk én azt gondolom, hogy egy 10 liter téli szélvédő mosó folyadéknak jobban örült volna, de a bögre is jó lesz. Az van a Viki kocsijában. Úgyhogy... Mit csinálok egy ajándékkal? Mit csinálok vele? Nincs ekkora család. Jó, Isten. Na jó, nézzük a közlekedési híreket, mit írnak a mi hallgatói. Mi a helyzet az utakon? A Fogarasi teljesen beállt, és nem is tudja senki az okát, hogy miért. Én se tudom, megmondom őszintén, de köszönjük szépen, hogy elküldtétek. Vigyázzon mindenki. Jó, ha visszaugrik az SMS falam, akkor azt látod, hogy Mikulás. Van egy pár közlekedés van. Na, Zsül? Na, most légy okos. Ő Zsül. Most légy okos, domonkos. Mondjunk csak ilyeneket, mondjuk tízig csak ilyeneket, jó? Hova mész, majonéz? Uh-huh. Na, jó. Jó, nincs más hátra, csak előre. Igen? Király itt van. Két dolgot akarok nektek elmondani. Egy. Küldjetek közlekedési híreket. Kettő, csipkebokor vesző. Jó? Úgyhogy nagyon fontos. Na, azt mondja, hogy áll a Füredi út, mint a Csövek az Őrsvezér térnél, megint elkések. Brown küldte nekünk, köszönjük szépen. Trafi az M86-oson, a 88-as kilométernél a felüljáron, mindkét irány méri, Geri Golf 5-öse küldte nekünk, köszönjük. Aztán áll az egész Fogarasi befelé, igen, ezt mondtam. Ha valaki tudja azokat, küldje el nekünk, legyen olyan drága, jó? Írja meg valaki, zsékérri ezt SMS-ben, hogy miért állunk már a Petőfi hídnál a rakpart felé. Ha látjátok, küldjetek. Hajdúböszörményi pihenőnél a Miskolc felé haladókat mérik, ezt Zoli küldte nekünk. Aztán az M6-os 48-as kilométerénél fotóznak Pécs felé, valamint az Őrsvezér térről a stadionok felé brutál dugó, körülbelül 40-50 perce haladok, és nem jutottam sehova. Debrecen-Budapest irányában a 14-es lejárat előtt mérnek az M35-ösön. Gumi küldte nekünk Nagyváradról, vagy ott van, vagy most indul, vagy csak ő is hallotta. Valamint Rába Tamási és Szárfolt között kocsi fejtetőn a Szántóföldön. Ez a 85-ösön van, a forgalmat nem akadályozza, viszont az azt nézegető autósok baleset veszélyesek. Kérek mindenkit, hogy ne nézelődjön, hanem haladjon. Gina küldtenek. Nagyon köszönjük. Szépen köszönjük. Akarunk-e beszélni a játékunkról? Igen, csak előtte elmondom. Mikulás bedugta a fejét a gáztűz helyben. Igen, hogy nem béb volt, hanem bébi. Igen, nekem béb volt a dörtéreszim, de béb az egy rózsaszín kismalac volt. Tehát ő bébi volt, valóban köszönöm a helyesítést. De a kismalacot sem ültetheti senki a sarokba. Így van, se bébet, se bébit. Se malacot, se kismalacot. Mit szólnak hozzá az állatvédő? Így van. A játékunkról egy mondat gyorsan, tessék János. Az egy mondat, az pedig a következő. Smart lett televízió. Ja, az két mondat? Igen. Akkor, ja már három, nem, az 5, az 6, az 8, az 10 mondat. Jó, akinek van Mastercard kártya, illetve Maestro
gasztrokártyája, az a közeljövőben, ha vásárol vele, ha fizet vele, akkor a kis nyugtát, amit kap a fizetség után, vagy a fizetés után, azt tegye el magának, és küldje el a mi SMS számokra 0676450000-ra a vásárlásnak az összegét, és akkor azokra az ajándékokra, azokra a nyereményekre kandidálhat. Mindegen szó, én mondtam. Hűte. Tegnap után olvastam, elfelejtettem, mit jelent. Szóval megnyerheti azokat a bizonyos ajándékokat, amiket már felsoroltunk többször, és meg fel is fogunk sorolni. Jó, játszatok. És január 3-a délutánig kell küldeni, 4-én pedig január, december, de hülye megyek. Igen, már meghosszabbítottuk a játékot. Túltoltuk a Mikulást. 4-én sorsolunk. 4-én sorsolunk, így van. Na, mi pedig megyünk tovább egy másik témával. Ugye nyilván mindenki hallott a Törökországban lelőtt vadászgépről, ami az oroszokhoz tartozott, és hát elég nagy diplomáciai kavarodás van belőle. A törökök azt mondják, hogy figyelmeztették az oroszokat, az oroszok azt mondják, hogy bennünket bizony nem figyelmeztetett senki. És hát érdekes az ügy, ugye az oroszok azt mondják, hogy elégtételt vesznek majd a törökökön, miközben a törökök mondják, hogy hát ha valaki megsérti a légterünket, ezután is meg fogjuk védeni, és eddig is megvédtük. Ugye történt, hogy hát egy Su-26-os az oroszok állítása szerint nem kapott figyelmeztetést, és állítólagosan berepült ugye a török légtérbe, a törökök pedig lelőtték a vadászgépet. A szomorú ebben az, hogy ugye lelőtték a vadászgépet, amiből hál' Isten a pilóta szegényként tudott katapultálni, csak két utána... Pilóta. Két pilóta, így van, csak utána hát néhány harcos úgy döntött, hogy hát a leszálló pilótát is meg kell ölni. Türkmén lázadók elkezdték lőni őket, van, és az értelmetlen. Egyik pilótát meg is ölték, erről videófelvétel is van fent a mindenféle videó megosztó portálokon. A másik pilóta az szerencsére megúszta, tehát hogy életben maradt, de hát akkor is ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly probléma két ország kapcsolatában. És az ilyen történetekben mindig az a durva, és az a feltűnő, hogy valaki egészen biztos, hogy hazudik, ugye? És mindjárt fölhívunk egy egykori vadászpilótát, hogy mondja el nekünk, hogy ez mégis hogy zajlik, mert számunkra ez egy baromi idegen terület, de teljesen egyértelmű, hogy az ember elolvassa a híreket, és két teljesen egymásnak ellentmondó állítást hall, akkor tudja, hogy valaki hazudik. A törökök azt mondják, hogy már pedig mi perceken keresztül figyelmeztettük az orosz pilótát. Az orosz pilóta azt mondja, hogy neki senki nem szólt, miért nem repült mellé. Ugye két F-14-es, miért nem kísérték vissza, miért nem szóltak, ők nem hallottak semmit. Közben az amerikaiak is azt mondják, hogy szóltak vagy nem szóltak, közben a NATO is mindenféle beszélgetéseket próbál bemutatni, hogy már pedig igazolja a törököket, és mondhassák, ugye, hogy jogszerűen jártak el, de valaki teljesen egyértelmű, hogy hazudik. Sőt, még ugye az is kérdés, hogy vitatják az oroszok, hogy ők nem repültek be a légtérbe. A törökök azt mondják, hogy de berepültetek. Igen, sőt, egy radarfelvételt is közé tettek, ami látszik, elviekben látszik, hogy egy gép megsértett a légtérbe. Ugyanakkor anélkül, hogy nyilván mi igazságot tennénk, azért az oroszokról lehet tudni, hogy ők azért szeretnek idegen légterekbe berepülni. Volt csibészek. Azért, csibészek, igen. És ő szeretnek azért erőt fitoktatni, és néha fél percre, egy percre azért megsérteni más légtereket, ahogy egyébként erre volt precedens már a múltban. De mégis vajon ki hazudik? Hogy megy ez a gyakorlatban? Honnan tudja egy vadászpilóta, hogy rossz helyen repül? Egyáltalán tudja, vagy csak akkor tudja, ha neki szólnak, vagy neki van egy térkép, amit az ember például elképzel, és látja, hogy ő most repült át a határ felett, és nézi radaron, hogy bizony én már Törökország felett vagyok, kicsit megmozgatom a szárnyam, majd gyorsan ott hagyom őket. Rengeteg kérdés van, és ezt az ember nem tudja. Civilek vagyunk, nem utaztunk még vadászgépen, nem tudjuk. Viszont van valaki, aki igen, itt van velünk Szabó Zoltán, Topi, egykori vadászpilóta. Hello Topi, jó reggel, ciao. Szerbusztok, jó reggelt kívánok mindenkinek. Jó reggel, hello. Na, hát többször beszéltünk már. Legutóbb ugye, ha jól emlékszem, akkor a Gripenes kérdést beszéltük ki, most pedig itt van ez a törökországi ügy. Szerinted ki hazudik? Hát ezt nehéz gondolni, hogy ki hazudik. Egy tény, hogy ugye tény az, hogy lelőtték ezt a gépet, az, hogy határ mentén volt, ez tény. Az, hogy ha nem mentek mellé, az egy másik dolog, de hát itt nem is arról van szó, itt van egy protokoll, háborús helyzet, ugye háborús helyzet van. Én hallottam a bevezetőtöket, és azt mondom, hogy az, hogy egy pilóta mennyire közel jár, most 1-2 kilométer a határtól, ahogy nézték a térképen a lelőzési helyét, igazából 1-2 kilométerre vadászgép a 6000 méteren, úgyhogy GPS nélkül szemmel vizuálisan valaki azt mondja, hogy tájékozódik, hát akkor annak külön sok mindent teszek, de... Valami nagy agy van. Igen, nem. Tehát itt az, hogy pár kilométer vadászgép, ami megy 700-800 kilométeres sebességgel, ott az 1-2 kilométer a semmi. Tehát igazából pontosan szemmel látni nagyon nehéz. Hogyan lehet navigálni valakinek? Úgy lehet, hogy fogja... Vagy van irányítás is ilyenkor, hiszen kell irányítani őt a bizonyos szempontból.
nagyon nehéz azt mondani, hogy pontosan is lehet tartani az emberek helyét. Tudták, hogy határmentél van? Igen, tudhatták. De azt mondom, hogy ez egy érdekes téma, ezt majd kivizsgálják. Igen, ilyenkor nektek vadászpilótáknak ki szól? Tehát gondolom rádión szólnak, de ugye az oroszok azt mondják, hogy nekik nem szólt senki. Aztán nyilatkoztak polgári közlekedésben közlekedő géppilóták, hogy még ők is hallották, hogy felszólították ugye a pilótát, hogy hát idegen légtérben repül, legyen szíves kirepülni onnan. Tudom, igen. A kérdés csak az, hogy ilyenkor nektek egyébként ki szól, a saját országot szól, hogy gyere vissza, ha egyáltalán szól, vagy te egyszerűen megtalálnak rádión, és a török rádiósok szólhattak az oroszoknak, hogy ha-hó, itt vagyunk, legyen szíves kivonulni. Hogy zajlik ez? Mi a protokoll? Mivel nem ismerem a teljes részletet, egy dolgot mondok, hogy ők a szír légtérben voltak, hogy az oroszok. Na most a török irányítás, azok a gépek, amik azok a frekvencián voltak, nem törvényszerű, hogy azon helyezkedjen el abszolút, hiszen másik légtérben az oroszok, másik frekvencián kellettek, hogy legyenek valószínűséggel. Tehát most az, hogy valaki az akkor butaság, hiszen a törökök abban a másik frekvencián voltak, akik azon a frekvencián, hogyha beszélek, az nem törvényszerű, hogy halljam. Hogy hallaná? Nem lehet hallani. Másik frekvencián van. Az orosz is másik frekvenciában biztos, mert katonai feladat hajtott végre, tehát én hiába rigózok a rádióba bármit is, azt nem fogja hallani egyértelműen. Tehát nincs egy olyan speciális frekvencia, ahol egyből megtalálják a pilótát, és szólnak neki, hogy baj van. Nincs. De akkor hogy lehet figyelmeztetni? Hát akkor miért mondhatják a törökök, hogy mi szóltunk, ha az orosz nem is biztos, hogy hallotta? Én kikapcsolom a telefont, én beszélek hozzá hangosan, nem hallod, nem tetsz róla. Tehát ez egy rossz dolog, rossz szöveg, hogy rádió figyelmeztetni, meg volt a kommunikáció kérdés. Nem bír, hogyha nem voltak azon a frekvencián, akkor nem lehet elvárni, hogy ők hallották. De az előfordul, hogy a törökök elmondták 50-szer ezt, hogy légteret sértettek. Oké, de hogyha nem jön erre válasz, akkor az első, vagy az a következő lépésed, hogy lelövöd a gépet? Dehogy is, nem, abszolút. Akkor ilyenkor mi lett volna a protokollban, mi a következő? Nem jön válasz a felszólítás, hanem nem azonos frekvencián vagyunk, akkor fölküldenek ők is vadászgépet, vagy mi kéne, hogy legyen? Egy olyan példát mondok el, hogyha valaki megmesélti például a légterünket, ebből induljon ki, jó? Bejön, felszállítják a készültség nem fog egyből lövöldözni, hanem nyilvánvalóan megpróbál kommunikálni vele, mert csatornákon keres esetet, milyen csatornán lehetett egyéb ilyeneket, belé repül a szárnyjelzések alapján, tehát egységes nemzetközi jelzések alapján mondja egy vadászgép, főleg egy készültségép, hogy elfogták szárnybélektetéssel, tudomására, hogy olyan helyen helyezkedik el, hogy lássa a pilóta, törvényszerűleg és biztonságot is megtartva. Közben, mivel egy gép van általában ilyenkor, a másik lőhelyzetben van. Tehát, hogyha egy adott helyzetben valaki ellenséges tevékenységet folytatom, hogy bármi, akkor esetleg arra lehet reagálni. Tehát egy bizonyos az, hogy most nincs meg, főleg egy levegőben, érdemes mellé repülni, hogyha két gépről van szó, hogy elfogják azt a gépet, ha tartósan nem van az adott légtérben, szánybillettetésé jelzik, hogy figyelj, én itt vagyok, felhívom figyelmét, arra reagálni kell, tehát nincs olyan, hogy ne vegye észre valakit, úgy kell helyezkedni. Ilyenkor mennyi időt hagynak, hogy elhagyd a légteret? Tehát, berepültél, mondjuk tételezzük fel, hogy te hallod a rádiózünetet, elkapott, tudod, hogy átmentek, akkor megnyik egy perce van, fél perce van, kettő perce van. Nem, hogy egy perc, nem, az, hogy ilyenkor az ember nézi, hogy reagál-e arra, felvette a kapcsolatot, tehát látja, mert nem néz az emberre. Reagál vagy nem reagál? Ha nem reagál, végrehajtja az utasításokat, amit adok. Például elfordulok egy irányszögbe, kiveszem, várom, hogy kövessen, nem hajtja végre. Na most ez is egy más helyzet azon békeidőben, és más ottani helyzetben. Az orosz pilóták a saját feladatukat hajtották végre, 6000 méteren, 24-es az egy vadászbombázó, saját feladatát hajtotta végre, van neki besugárzás jelzője, valószínű be is kapcsolja a dolgokat, valószínű észlehette azt is, hogy besugározták őt, de hogyha nem mondtak, a rádió nem szólították meg, nem mentek mellé, akkor nem is lehet elvárni, hogy valaki reagáljon erre. Te azt egyébként a vadászgépnek a pilóta fülkében tudod, hogy téged befogtak és készülnek lelőni? Igen, lehet tudni, ha persze valaki kész, így ilyen helyzetben, én azt gondolom, ez az én véleményem, hangsúlyozom. Ha valaki ilyen helyzetben van, bekerül, hogy akár éles helyzetben, tehát háborús helyzetben, felkapcsolja, akkor van egy besugárzás jelző. Az oroszoknál FPO-nak hívják, akármelyik változata van. Általában egy kutyán, nálunk a 29-es Veszpó 15 volt, felkapcsolom, és ott látom azt, hogy valaki lokátoron engem besugázott csak, tehát csak rám ért valahol. Látom azt is, hogyha befogtak, áttér egy másik frekvenciára. Azt is látom, hogy milyen gép fogott be. Tehát, hogy levegőből típusok vannak, vagy földi eszköz fogott be. Tehát a villogás ütemében... Tehát látod a pilóta fülkében, hogy rád állítottak egy levegő-föld, vagy föld-levegő rakétát, és készülnek lelőni?
Hát igen, azt lehet látni, hogy igen, hogyha levező, például levező, nem levező fölött, hanem levező-levező, levegő-levegő. Uh-huh. Igen, tehát mindig az első az indítás, a másik, hogy hová. És ilyenkor persze az ember érzékeli ezt, hogy érzékeleti, hogy olyan alaki, persze, hogyha lokátor követte természetesen, tehát a lokátor vezérléseket. Például egy infrát nem fogsz észlelni így. Infrát, amikor látod a füstjét, az már gond. És ha mondjuk kilőttek egyet egy földlevegőt rád, akkor mennyi időd van cselekedni, vagy önkor mit kell csinálni? Egy-két másodperc. Egy-két másodperc. El tudod kerülni a rakétát egyébként? Nagyon macera. Nagyon macera? Jó, tetszik a szó, nagyon macera. Sárszok nagyon. Egy rakéták? Ezek a rakéták azért tudni kell ilyen 50-60-70-ig képesen manőverezni. Tehát az, hogy kell, akkor meglátod a rakéta füstjét, vagy füstjélet látsz feléd, akkor készülhetsz a legrosszabbra. De és látod a rakétát a radarnál, hogy közelít feléd? Nem, azt nem látod. Azt nem látod, ez csak a filmekben, mondjuk a Top Gunban, hogy jön a rakéta, pip, tehát ezt nem látod. És akkor begyorsul. És akkor az ember nézelődik balra, jobbra, és próbálja bemérni, hogy honnan jön? Mindig. Tehát egy adott háborús helyzetben ők biztonságban érezték magukat, feltételezem, hogy nem tudom, ellenséges légére nem számoltak. Biztos lehet, hogy tehát nem nyugodtan repül egy ilyen helyzetben az ember. De abszolút nem feltételezték azt, hogy őket valószínűleg ki fogják lenni. Én véleményem. A saját személyes véleményed szerint itt most a törökök példát akartak statuálni, hibáztak, túlreagált. Mi történt itt valójában? Nem ismerem annyira részleteket. Tehát amit itt elmondanak nekünk akár médiából, nagyon nehéz innen megítélni. De ha tényleg az, amiről mi most beszélünk, tehát egy ilyen felteszünk, hogy most nem voltak adott frekvencián, nem is lehet elvárni ezt, hogy adott frekvencia másik országban vannak, másik légtérben, másik irányító körzetben vannak, saját irányításuk van eleve, katonai tevékenységet folytatnak, nem is repül mellé egy másik gép, nem adják meg azt a lehetőséget, hogy tényleg, hogy figyelmeztessék, akkor miről beszélünk? Tehát ez egyértelmű, hogy én számomra, ha ezek így vannak, akkor fogták és lenyomták, és ahogy néztem, nem repült annyira be, mert tényleg megsértette a határ, de most egy-két kilométeren berepül valaki, az nem törvényszerű, hogy azt le is kell lőni. Persze, hát erről beszéltünk a beszélgetés elején, igen. Neked volt ilyen helyzetet, hogy rakétát lőttek ki rád, vagy neked kellett kilőni? Hát a délután válságban, amikor repültünk, akkor igenis az volt, hogy a földről, tehát a szerb oldalról befogtak rakétával, föld rakétával láttam. Tehát csipogott, és 3000 méterre tettek fel bennünket, akkor kellett demonstratív járatozással, úgymondva mennünk, tehát amikor meséltették sorozatban szándékosan a légteret, akkor volt az, hogy besugározta a földről, és kellemetlen van, amikor látott, hogy rád állította. Tehát már aktív befogásom vagy. Én jelentettem is, és mondják, hogy lát-e frissélet. Hát magamban egy kell káromkodtam egyet, de hát persze az már igen rossz lenne. Alattam 1200-on 2024-es helikopter volt, tehát főleg a rakétákkal mindenne póttartálya, manőverezni nagyon nehéz. Tehát egy pont egy olyan helyzetbe teszik az embert, ami egyértelmű demonstratív jelleggel volt. Tehát kellemetlen egy ilyen pilótának. Tehát nyilvánvaló, hogyha te berepülsz egy ellenséges légtérbe, tudnod kell előtte akár az elhárítás alapján, hogy milyen védelmi eszközeik vannak, mennyire veszélyes, úgy tervezed meg eleve az útvonalat, illetve a stratégiát, a csapásmérést is. Mi a fontosabb ilyenkor? A parancs végrehajtása, hogy mondjuk kilőd azt, amiért te felszálltál, vagy hogy ha érzed, hogy befognak, akkor meneküljél és menj magadat és a gépedet. Tehát te hozhat önálló döntést, hogy jaj, befogtak, menekülök, vagy ha nem változtatnak a parancson, akkor neked repülnöd kell a végéig, és ki kell lőned a célt. Nem most, tehát ez egy nagyon sarkalatosra állított példa, amit mondtál, ez helyzettől függ teljesen, én úgy gondolom, de ha tényleg azon bódik, hogy valami, tehát tudni kell, hogy nagyon extrém helyzetnek kell lenni. Nyilvánvaló, nekem az a legfontosabb, hogy az adott feladat az végrehajtsam, amikor repültem. Az más kérdés egy háborús helyzetben, hogy te ezt hogyan fogod nyilvánvaló, ez a kamikázi módszerre lehet repülni, hogy minden áron beteszed, megcsinálod, de itt arról van szó, feladatot végrehajtsad, és túl is éljed. Tehát, ez hogy felülbírálhatod a parancsot, erre akartam kiukadni. Nem, tehát olyan felülbírálni parancsot nem hiszem, hogy felülbírálhatnád. Volt ilyen például, amikor parancsban megkaptuk, hogy repüljük be olyan időjárási viszonyok között, amit már láttuk földről, hogy belevezőből, hogy nem jó, végre kellett hajtani. Tehát ez butaság volt teljesen, de én kísérő voltam, a vezérnél bezavarták egy ilyen, tehát voltak ilyen helyzetek, ami kellemetlen. De végre lehet, hogy olyan parancsokat kaphatsz például, hogy például egy készültségben, amikor nincs alkalmas leszálló hely,
felzavarnak úgy, hogy nincs biztosítva a leszállásod. Extrém helyzet nyilvánvaló, nagyon-nagyon indokolt esetben meg lehet tenni, hogy akár a bőrödről van szó, de azt felülbírálják. Tehát úgy szállsz föl, hogy nem tudod, hogy hova fogsz leszállni? Így van. Hát, főnök, hova jövünk vissza? Azt nem tudjuk, de most indulni kell. Senki nem, tehát ilyenkor nem az van, hogy nagyon extrém helyzet itt, hogyha egy terrorcselekménynek a veszélye fennáll, és nagyon megalapozott bármi előfordulhat, hogy ilyenkor ez az úgymond beáldozás. Ezt csak halkan mondom. Tehát te úgy, téged úgy küldenek föl, hogy tudod, hogy már beáldozta? Vagy hát, beáldozhatnak? Most megint egyszerűen előfordulhat, azt mondta. Nem azt mondom, hogy törvényszerűen, mert nyilvánvalóan ezt igyekeznek, mindenki igyekszik elkerülni. De mivel a katonai pilotáról van szó, előfordulhat olyan helyzetén, erről beszélek csak. Nem azt jelenti, hogy minden egyes bevetés. Persze, nyilván. Én ezeket azért kezdem, mert számunkra teljesen ismeretlen és idegen világ, de nagyon érdekes, hogy mi a protokoll, hogy zajlik, ki ad parancsot, ki az, aki dönt. Tehát itt azt például, csak annyit mondok, ha egy gépet le kell lőni a levegőből, akkor ezt nem a pilóta saját elhatározásából teszi meg ilyenkor egy ilyen helyzetben, hanem általában lentről erősítik. Azt gondolom, hát, hogy tűzparancsot megadják, persze. Persze, annak is van egy kódja, amit alapján neked főleg azonosítanod kell olyankor, hogy ez jó irányítás történik-e. Tehát ennek is van egy autentikusan, úgy mondva. Nyilván teljesen naív a kérdés, kicsit álnaív is, de morális kérdések nem jönnek szóba, nem? Tehát ha ott vagy mondjuk, vagy ott lennél egy utasszállítóval szembe, és azt a parancsot kapod, hogy már pedig nincs rádiókapcsolat, le kell lőni, fel sem merülhet, nem? Bármiféle morális kérdés, hogy ott ül mondjuk 200 ember, mert mondjuk polgári légiközlekedésről van szó. Tehát ilyenkor egy pilóta ezen nem hezitál. Tudom, ez kicsit ilyen civil kérdés, és naív, ezt általában megmosolyogják a katonák, de hát a tűzparancs, nem? Nem, abszolút nem mosolyogom, meg elmondok egy példát rá. Volt a szeptember 11 után beszélgetünk itthon. Nagyon ritka van az, hogy itthon beszéljek a családdal ilyen témákról, de a lányom megkérdezte, hogy miért nem lőtték le azt a gépet. És akkor mondta, hát utasszállít egyéb ilyen, de hát úgyis ez történik, azt, hogy beszélgettünk. És egyszer csak azt mondja, hogy apa, hogyha te ott lennél, és rajta vagyok a gépem, te lelőnéd azt a gépet? Tudod, ez egy fogos kérdés. Hú, nagyon jó kérdés. Na, közben van egy tűzparancsod, igen. Igen, és akkor fogtam a fejem, és mondtam, hogy nézd, gondolkodtam, elhalkultam, elkomorodtam egy picit, és mondom, nézd, ha tudom azt, hogy ami lehetne, de azt látom, hogy becsapolna egy olyan területre, ami veszélyes, látod a levegőből, hogy merre megy, és azt látod, egy atomerőmű, több ember meghal, egyéb jönnek, biztos eleve már a kimenetel, akkor akármennyire egy szívfájdító, de igen. Hú, de kemény. Azt ez kemény, én is azt gondolom, ez mit kemény. Mit mondott a gyerek rá? Hát megértette, azt mondja, érti. Összeszúrt a szívem, megmondom őszintén, de ez tényleg így van. Tehát ha látod azt, hogy ebből nagyobb baj lehet, és úgyis bekövetkezik valami, és gondold át te is, akkor az ember azt mondja, hogy ez logikus. Hát hogyne, hát a 200 ember, vagy 500 ezer, vagy 100 ezer, akkor ott nincs kérdés. Ez mennyi helyzetkérdés. Hogyne. Fú, nagyon kemény világ. Ezért is gondoltunk azt, hogy felhívunk, hogy láthassuk, hogy mi zajlik az ő fejükben, mi történik a géppel, mi történik a légirányításon. Az ember nem tudja, csak olvassa a híreket, közben nyilván a színfalak mögött rengeteg minden más, amit soha nem fogunk megtudni. Persze, Topi, nagyon szépen köszönjük. Hívunk majd, ha van hasonló. Vigyázz magadra, köszönjük szépen. Szabó Zoltán, a Topival beszélgettünk. Köszönjük szépen egykori vadászpilótával. De kemény ez. Kemény, nem? Igen, hogy 200 civil utas ott van fönt, lősz vagy nem? De hát lőnöd kell, hát katona vagy, erre képeztek ki, persze. 8:30 múlt, pontosan 7 perccel. Várunk friss közlekedési híreket, mi pedig jövünk a hírek után.
Ez itt a Morning Show a Class FM-en. 3:49 múlt pontosan 4 perccel a Morning Show és Polgár Peti 2015-ös és 16-os Eurovíziós dalfesztiválra nevezett dalát hallottátok. Ami jó, az jó, srácok. Ami jó, és kérdés. Nem azért, mert a nem azért, mert a miénk, de én meghalom, és kicsit jobb kedvem lesz. Igen. Szeretem. Hát. Mulat a magyar, jó kedved van, nem sírunk. Vigadalom, nevetés, mókázás, kacagás. Tánc, nem? Így van. Tánc. Így van. Betyár jó ez a dal, hogy írja valaki. Polgár Peti is a Hungarikul Hun a dal. Erre kell rákeresni a különböző videó megosztó portálokon, de hogyha fölmentek például a Morning Show-nak a Facebook oldalára, vagy a Class FM-nek a Facebook oldalára, később meg majd a Ferinak a Facebook oldalára, és akkor majd kirakja. Már átettem. Akkor már átette, már akkor már tökéletes. Aj, de jó. Jaj, tegnap még nem volt ki. Na mindegy. És akkor majd láthatjátok, hallhatjátok, és lájkolhatjátok, és megoszthatjátok. Bizonyám. Polgár Peti Hunadal, jó? Polgár Peti és a Hungarikul, ahogy te is elmondtad. Bent van a Facebook oldalunkon és YouTube-on is megtaláljátok. Ha csak azt írjátok be, hogy Hunadal, az azért nem jó, mert Rafael Nadal videók jönnek ki. Aminek egyébként én szívből nagyon örülök, és kicsit ezért lett a dal címe Hunadal, mert YouTube-on Hunadal. Csak Nadal videók jönnek ki. El kell, hogy mondjam, milyen megrázkódtatás ért tegnap, na, még mi? A beugró előtt. Kaptam egy levelet, és komolyan mondom, hogy megbántották a lelkemet. Ki küldött? Megbántották a lelkemet. Lelkedet. Szörnyű, hogy mi kérnek engem. Érkezett egy levél, a riasztós levéllel, meg a DigiTV, meg egy csomó minden. Igen. Az állt a levélem, nagyon örültem neki, és aztán rájöttem, hogy én már nem az a fiú vagyok, mint régen. Értesítés hallásszűrésről. De névre szóló, hogy Sebestyén Balázs értesíti. Hangosabban hallgatja otthon a tévét, mint a társa. Hallja a beszédet, de nem érti. Tudod, milyen szörnyű egy ilyen levelet kinyitni? Tata! Megkér másokat, hogy ismételjék meg, amit mondanak. Úgy tűnik önnek, hogy mások mocsognak. Jöjjön el, hallásszűrésre. És ez volt a postaládában. Hozd már ide a szemüvegemet, basszus! Mit írnak ezek a hülyék? Mit írnak ezek a szemek? Hát nincs elég bajom. Hát bedobják ezt a csekkek mellé, a sárga csekkek mellé, érted? Kapod a sárga csekkeket. Mindenféle ilyen-olyan adó, ez fizes be, azt fizes be. Az idő telik. Értesítés hallásszűrésről. Most jöttem rá, hogy öregszem. Bizony. Mi már 4 éve megkaptuk ezt a levelet. És már voltunk. Komolyan mondom, én nem akartam, hogy ezzel a pillanat eljöjjön, hogy behívjanak hallásszűrésre. És leírják nekem, hogy a vizsgálat. Hangosabban hallgatom el a tévét, hallom-e a beszédet, úgy veszem észre, hogy mások motyognak. És aznap, tegnap érkezett, azt néztem magamon, és azt vizsgáltam, hogy figyeltem mindenki száját, hogy valójában jól értem-e, amit mond, vagy el kell mennem hallásszűrésre. De megállapítottam, hogy nem kell elmennem hallásszűrésre, de kikérem magamnak, hogy ilyen leveleket dobáljanak be. És tudatosítsák benned, hogy öregszel. Viszont. A környezetében lakó emberek visszajelzései alapján ön hangosabban hallgatja a tévét. Értesítés hallásszűrésre. De jó. Óriási. Hallani öröm felirattal, menjek már el, nézessem már meg. Hát ezt értitek? Tényleg mi lesz a következő? Urológiai vizsgálat? Szemvizsgálat? Tüdőszűrés? Prostatamasszázs? Csontsűrűség. Csontsűrűségmérés, de jó Isten. 40 felé ez jön? Ti igen. Már úgy lassan inkább 50 felé. Ez a jövő, srácok? A mi folyamatos sugár már a múlté. Ilyen levelek? Látják, mikor született hetvét? Dobd be neki! Hát már jó lesz, ha lenjene! Igen, ő 86-os, nem dobom, 90-70-es, menjen a balék, dobjuk be neki. Hát milyen világ ez? Fülhallgatódon észrevetted, hogy egyre följebb csavarod. Most is nagyon hangos egyébként, ugye? Igen. Uh-huh. Vagy tudják, hogy rádióban dolgozom, kvázi süket vagyok, mint az ágyú, és bedobták? Hogy legyek szíves elfáradni hallásszűrésre? Hát vagy valaki jelentett egyébként, abban igaza van a Janinak, vagy a közvetlen környezetedből, vagy az egyik szomszéd. Hát túl hangos a tévé. Vagy rosszabb esetben 2 utcával lejjebbről. Ti voltatok? Nektek mi volt az eredmény? Hallottok még, vagy süketek vagytok? Hogy? Én nem tudtam már elolvasni. És sajnos nem tudtam elolvasni. Nem volt meg a szemüveget, bár nem tudtad, mit írnak, igen. Na mindegy. Komolyan mondom, hogy eljött az idő. Köszöntjük. Egy pillanatra, tudod, úgy megrázott. Ez van. Úgy megrázott. Hogy úgy nem. Tehát, hogy megéri, tényleg megérintett. Na mindegy. Mindössze 15 percet veszünk, mert hát nem megyek. Tudjátok? Ezt de nem miért? Hát legalább megtudnád, hogy hány százalékos vagy. 100. De nem vagy az. Hát de hogy ne lennék? Hát nem megyek hallásszűrésre. Na tessék, akkor... Az a telefonszámlád volt. Ja. Az a kábel tévé, te őrült. Ezt gondolom a hallásszűrés. Nem baj. Jönni fog még.
Honnan ez jött? Igen, mire készüljél? Mire készüljél? A WC ablakon kihallatszódó fájdalmas nyűgések alapján arra következtetésre jutottunk. Hagyj eljük önnek ezt a rossz tablettát. Tehát ilyenek jönnek majd még? És személyesen mind rád. Ó, Istenem. Na jó, most legalább hallom, mi van a levélben, mert eddig mindig automatikusan kidobtam. 70 felé se kell, szép hétvégét nektek. Hát nem, én vagyok a hülye, hogy ezeket elolvasom. Na jó van, mutatjuk, mi a beugró. Jó, ha valaki játszana velünk hármasugrás, nagyon figyeljen, jönnek a feladványok. Ez a beugró a hármasugráshoz. Na. Ez már jobb volt. Most oda. Abból a szempontból, hogy ez rövidebb volt, tömörebb. Mutattunk valamit? Mikor? Ja. Odaadjam a levelet, ha lesz vizsgálatra? Még össze tudom ragasztani. Tudom a postafiú címet, az utcán. Mindent tudok, el tudsz venni, megvan a cím. Na, ez a beugró. Drága hallgatók, küldjetek el nekünk, mit hallottatok, jó? Előadó, dalcím, mindegy, hogy mit küldtek, a lényeg, hogy kettő legyen belőle. Jó? 5 perc, pontosan 9 óra jövünk a hírek után, és péntek van. Bizonyám. Kérdések, válaszok. Hú-hú. Kérdések, válaszok, így van, ez egy nagyon népszerű és általatok nagyon szeretett rovatocska. Pénteken az utolsó fél órában rólatok szól a péntek utolsó egy óránk. Elküldhettek bármilyen kérdést, nem mindegyiket tudjuk megválaszolni, de törekedni fogunk rá. Ami benneteket nyomaszt, nem tudtok rá válaszolni, senki nincs, aki válaszoljon. Vagy úgy érzitek, hogy mi majd tudjuk rá megfelelő választ, küldjetek el nekünk, és megpróbáljuk megválaszolni. Így van, velünk kapcsolatos kérdések is jöhetnek, a rádiózással kapcsolatos kérdések is jöhetnek, a tévézéssel kapcsolatos kérdések is jöhetnek, az atomenergia felhasználással kapcsolatos kérdések, nem tudunk válaszolni, de azok is jöhetnek. Minden jöhet. Igyekszünk mindenre válaszolni. 5 perc múlva, 9 óra jövünk a hírek után. Amit mindig is tudni akartál, de soha nem merted megkérdezni. A nagy kérdés, amelyre egész életedben vártad a választ. Tedd fel ma, és megkapod. Balázs, Feri és Jani ma őszintén válaszol mindenre. Ma a hallgatói a főszerep a Morning Show-ban. Jaj, annyira boldog vagyok. 9 és 10 óra között jön az őszinteség órája. Kérdezz, felelünk. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt 10 perccel. Szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk a Klasszon, és folytatjuk. Ugye péntek van, ez mindig jó hír. Ez mindig jó hír. Jön a hétvége, és lehet készülődni az ünnepekre. Nekem, igen, az előadásra. De nektek, karácsonyi vásárokban barangolni, menni, vásárolni, főzni. Hát talán a főzés kicsit korai, mert az megpenészedik. Ugye, sütiket, adventi sütiket már lehnyomatni. De már mézes kalács, kis kalács, nagy kalács. Kalács. Mindenfélét lehet már sütni hétvégen, igen. Jó ez a karácsony. Fényfüzérbe öltöztetjük a szívünk. Bizonyám. Egyre jobban szeretem, komolyan mondom, ahogy öregszem, egyre jobban szeretem a karácsonyt. Köszönöm, én is önt, jól esik, amit mond. Valahogy az ember, ahogy öregedik, úgy egyre szentimentálisabb lesz. És... meg a gyerekek hozzák meg szerintem. Hát abszolút. Az ő örömük és az ő csodálkozásuk és áhítatuk és az ő hitrendszerük még Jézuskában, az ajándékokban, és hogy mi hogy kerül a fa alá, az annyira jó, hogy egyszerűen újra te is kicsit gyermekké válsz. Az, ahogy karácsony reggel jönnek ki a hálószobából a srácok, az nekem az a csúcs. Mert ugye már tudják, hogy éjszaka jött a Jézuska, és az az arc, amivel ők akkor kibotorkálnak, hát azon én kész vagyok. Nekem az, amikor fekszik. Hát nyilván, kinek mit ad a Jóisten ugye karácsonyra, de én ezt nagyon szeretem. Ne, jó is az. Na nézd, bocsánat, csak közben valamit kaptam. Picit elérzékenyültük. Nem, hogy megsírom, elérzékenyültem, igen. Van egy zsepid. Használt. Ez a vége nem. Mutatom, vagy mondom a közlekedési híreket, jó? Jó. Azt mondja, hogy 84-es főúton Sárvár felé az Ősasszonyfai kereszteződés után van egy trafipax, egy fehér Audiból, melynek mindenki vigyázzon. M5-ös 44-es Kecskemét felé trafi laller küldte nekünk. M7-es 152-es kilométer mindkét irányban kirakták a szitek a lézerágyukat a felüljárókra. Akinek van pajzsa, kapcsolja be. A többieket, többieknek ajánlatos lassítani. Mark Hamill küldenek. Köszönjük szépen, Márk. Köszönjük szépen. Zuglói közlekedési ír, hogy nincs közlekedés. Mindenhol mindenki áll, egész Zugló elesett. Szandi küldte nekünk.
Budaörszi Tesco iszeleszett. Kitűnően felkészültek, az áruház igazgató a háttérben röhög a sok birka emberen, ahelyett, hogy kulturálta, megszervezte volna a tévé kiadását. No comment. Hát most ne őket hibáztassuk. Hát most fekete péntek van, mindenki rohan, és leértékelve vásárol. Erre most nem az áruházlánc tehet, meg kell őket védeni. Élnek a lehetőséggel, ez kereskedelmileg egy fontos nap, hát kérdés, hogy meg kell venni a 26. tévét, meg a 23. kávéfőzőt, meg a 48. De ha meg kell, akkor most kell. Akkor most kell menni, hát erről nem az áruházlánc tehet. Nyilván ők erre felkészültek, de olyan roham van, hogy ember legyen a talpán, aki ezt állja. De várja, ha már ők sorba állnak, nem mondod meg, hogy milyen robotgép kell, hát ha valaki megveszi. Én kifizetem. A krumplipüréhez. A krumplipüréhez egy kézi mixert, a két kis... Hát az általában adnak hozzá több fajtát, háromféle van. Hozzá van ugye a dagasztó, amit te szeretnél, ez a csigavonalú, az tésztadagasztásra való, és van, ami így egymásba forog, az a habverő. De akkor nem mixer legyen, hanem rendes robotgép, persze, mert a mixer rendes. Az nem bírja. Hát ha valaki vesz egy ilyet, és ott van, és behozza, kifizetem. Jó. Megköszönöm. Ha hát valaki jó fej vesz egy kicsenédet 200 ezer forintért. Nagyon! Tényleg? Az micsoda? Azt nem ismerem, az mi? Hát az egy ilyen nagyon full extrás, nagyon-nagyon komoly dolog. 2 kiló, besétál vele, étfett bali virítalóvét. Na, tessék, köszönjük, parancsolj. Te kérted. Igen, tényleg itt van, és addig el nem megy, amíg ki nem fizetem. Nem hangsúlyozom, ez csak egy egyszerű mixergép, de ne vegyetek semmit, majd én elintézem saját magamnak. Az, ha bár a hallgatókkal vásároltatok be magamnak, tudod. Úgyhogy aranyosak vagytok, de nem. Ne intézzetek semmit. Na, kérdés-válasz mehet? Persze. Uh-huh. Ha már írt az előbb, Mark, miért nem vagy benne az egyik trélerbe sem? A Mark Hamilltől Mark kérdezem. Hamill. Jól eldugták valahova. Lehet, hogy látjuk, lehet, hogy nem. Engem most nagyon izgat ez a kérdés. De ezt most kérdezett tőlünk, hogy miért nem? Nem, Marktól kérdeztem, ja, írja meg. Na igen. Ez egy érdekes dolog, hogy hova rejtették el. Most valaki azt mondta, hogy ott van a keze. Ott van a keze, megfogja az ártudítót, ott van a műkéz, látszik, igen. De benne, lesz benne. És elemet cserél benne. Igen. Na, azt mondja, hogy nézzük, mit írnak a hallgatóink, jó? Legyen ez. Tisztelt Morning Show, 2011-20-án a mindig fantasztikus műsorotokban hallottam egy mulatos nótát. Óriási. Imádom. Melyet szeretik újra meghallgatni? Pont 10 perc adtuk. Legyetek szívesek megírni a címét. Magyar legénygújást teszik? Köszönettel. Így kezd, magyar legénygújást teszik. Így egyébként még egy-két hét is tudni fogjuk a szöveget kívülről. Köszönettel egy rajongótok. Hát ez az Eurovíziós dalunk, ugye, amit beneveztünk az Eurovíziós Dalfesztiválra. Hun a dalom. Dal. Hun a dal. Hun a dal. Megjegyzem majd, igen. Igen. Hun a dal, ez a címe. Polgár Peti és a Hungarikuj, Hun a dal. De ezt írjátok be, hogy Polgár Peti és a Hungarikuj, jó? Vagy a Facebook oldalunkon keressetek bennünket. Na, azt mondja, hogy ha Tóth Elmentes övezet Gábor és Farkasházi Tivadar szkanderoznának, ki nyerne? De jó, Gábor. Gábor sportos. Sokkal sportosabb. Ja, azért kondizik is, meg futogat, meg ilyesmi. Szerintem Farkasházi Tivadar csak száj szkanderben jó. Ő nem annyira sportos. Emlékeim ha szerint. Ki tudja, mi húzódik meg azon a vázon. Gyerekek, súlyemelő volt. Úgyhogy... Farkasházi Tivadar. Nem, a Gábor. Gaben, ja, Biogaben. Biogaben súlyemelő volt. Biogaben. Így van, amikor az épiszérők elfogynak, akkor valószínűleg Tivadar mindkét karját kiszakítaná. Igen. Balázs, kérlek, old fel ezt a rejtért. Faterommal hetek óta azon vitázunk, hogy miért vagytok a Gattelemmel ugyanabban a ruhában minden adásban. Én azt állítom, hogy egy nap alatt vettétek fel az összes anyagot. Ő ezt kizártnak tartja, hogy hat adásra való összejön egy nap. Tényleg, igazságot kérek, kérdezi Dávid. Mondd. Mondod, hogy hát, elkezdtél valamit. Nem akartam már megint mondani valamit. De mondd. Csak annyit akartam mondani, hogy így van, hát egy műsornak a kritikája az, hogyha az emberek azzal foglalkoznak, hogy arra tudnak figyelmet fordítani, hogy ti miben vagytok a produkciók helyett, de hát biztos egyszerre vettetek fel egy csomó dolgot. Nagyon hát voltak olyan jó konfok is például, amit többször is megismételtek. Mire gondolsz? Nem tudom. Volt a reakciót, amit kétszer vágtak be egymás után. Hát mert az egy annyira jó reakció volt. De az jó is volt egyébként, ezt nekem megvan VR-sem. Nem láttam. Ennek nagyon egyszerű oka van, hogy a zsűri is ugyanabban a ruhában van, meg a műsorvezetők is, ezt sokan csinálják. Ez egyébként egy magyar szokás, ezt például angol száz műsoromban kevésbé csinálják, ott ez nem érdekli a szerkesztőket, ott abszolút felvállalják azt,
hogy 10 vagy 12 nap alatt forgatnak legyen selejtezőt, uh-huh. hogy válogatott. Mi is 12 nap alatt forgattuk le nyáron egy színházban, és az angolok megcsinálják azt, hogy az egyik konfban és az egyik szereplőnél még ebben a ruhában ülnek, a másik vendégnél, ami lehet, hogy 3 nap múlva érkezett be oda és állt színpadra, már látod, hogy teljesen más ruhában vannak. A magyar szerkesztők úgy gondolkodnak, aztán döntse el mindenki, hogy melyik a jó, hogy ugye egymás mögé lehessen rakni a különböző produkciókat, ne legyen ruhaváltás, 12 napon keresztül mindenki ugyanabban a ruhában van. És ezáltal ugye te azt látod, hogy egységesen jönnek a produkciók, nem változik a ruha, vagy hat egyfajta komfort érzetet, nyilván ezt a ruhát minden este nekünk is kimosták, vagy Dominak is. Két naponta, vagy legalább azt mondták. Hogy kimosták, vagy azt mondták, igen. Viszont így nem azt látod, hogy a különböző produkció után más ruhában van a zsűri, és bármelyik produkciót bárhova teheted. Tehát nem kell azzal foglalkozni, hogy most jaj, ezt hova tegyem, mert itt más a ruha, hanem lineárisan lehet szerkeszteni, jönnek egymás után a produkciók, lehet, hogy az egyik csütörtökön reggel 9 órakor áll színpadon, a másik produkció vasárnap este 10-kor, de egymás mögé rakhatod adásba, és nem derül ki, hogy Ez nem egy napon fog hogy ez nem egy napon vetjük, nem mintha titok lenne, vagy nem mintha ez baj lenne, mondom, ezt vannak országok, akik így csinálják, vannak, ahol bevállalják, hogy tök Simon Cowell egyszer így ül, egyszer úgy ül, és láthatod különböző ruhában. Ez élőben kaptok másik ruhát, vagy most már most végig, már ezt végig kell visszük, vinni? De hogy ez is ebben fogunk karácsonyozni. Én ebbe veszem át az ajcsit karikor, úgyhogy nem, az élőben már mindig mindenki más ruhában lehet, de ezt csinálták régebben az X-faktorban. Ezt mindegyik műsorban így csinálja. De röviden úgy is válaszoltál volna, mert jól áll. Igen. Most a Norinál írják, hogy egy hete ugyanabban a ruhában van. Na ott például ugye azért nem értem, mert ott ugye te felveszel egy adást a hétfőit, aztán a keddit, tehát ott felvállaltan ugye mennek egymás után az adások. Tehát nálunk is az egy percben ugye elbúcsúztunk egy játékostól, mondtuk, hogy holnap jössz vissza, de az már ugye nem kedden ment, hanem szerdán, mindenki kiment, átöltözött és jöttünk vissza. Bár nem gondolnám, hogy a Nóri egy hete ugyanabban a ruhában. Ugyanabban a ruhában. Hát vagy kabala. Kabala ruci? Így van. Igen. Srácok, kérdés, ki hallgatta a zene alatt a Sanyi De szép macska vagy videót, hallottam ám Tibi, mindjárt mutatok nektek valamit, mert a fiúk még nem ismerik, és szeretném megmondani, igen. Mennyire zavar benneteket, ha egy szállodában vagytok, és oda mennénk hozzátok. Múltkor látunk benneteket, és a szobába beérve a férjemnek sipákoltam, hogy láttad? Zsana kérdezi. Hát, ez attól függ szerintem, hogy ki jön oda, és mennyi ideig akar ott lenni. Tehát ez a három tényező van. Amikor egy ilyen egyhetes turnén vagyunk, azért a harmadik napon már van olyan, hogy az ember így adás után még azt kibírja ott, de utána szeretne egy kicsit nyugiba lenni. Szerintem ez egy tök természetes. De hogyha mitől a halban találkozunk, vagy ilyesmi, akkor szerintem nincsen gond. Halban? Hát, hogy, persze, halban. Persze. Mész a szájam, és ott vagy. Meddig vagy a halban? Én leviszek magammal egy halat. Te állatkínzó. Nincs baj, ez a turné erről szól. Egyébként bármelyikünk köz bármikor oda lehet menni. Nálam egyetlen egy olyan pont van, amikor nem engedek semmit, ha gyerek gyerekkel. Van. Igen. Ha gyerek van, akkor nem. Volt most pont egy anyuka, aki rettenetesen megsértődött rám, és láttam rajta, hogy szíve szerint megölne. Olyan szintű a szeretet egy pillanat alatt olyan gyűlöletbe váltott át, hogy láttam a nőn, hogy amikor már ment ki a játszóházból, még visszafordult, és azt mondta magában, hogy rohadj meg, és mindenki. Oda jött, és mondta, tudod, vannak azok az anyukák, akik úgy szeretnének fotót, hogy a gyerek egyáltalán nem akarja. Ismeritek ezt a típust? Jó, igen. Zavarban van, oda lögdösi a gyereket, 8 éves a gyerek, finge nem volt, hogy ki vagyok, hál' Isten, nem néz tévét, nem baj, olvas, élvezi az életet, futballozik, nem tévzik. A gyerek állt előttem egy megszeppent kislány. Norika nagyon szeretne egy fotót. Láttam, hogy a gyerek nem fotót szeretne valahol egy másik univerzumban lenni, de leginkább nem előttem áldogál, egy idegen bácsi előtt, akinek nem sokára hallásvizsgálatra kell menni, és az anyja hátulról, menj oda, Norika, csinálj egy fotót, most csinálj. És odaszóltam a kislánynak, hogy látod, mondom, ez az a nehéz helyzet, amikor az édesanyja jobban akarja a fotót, mint a gyermek. Nagy, ezen elmosolyodott. És mondtam neki, hogy figyelj, nem neki a gyereknek, hanem az anyukának, hogy figyelj, nagyon helyesek vagytok, nagyon rosszak vagytok, ne haragudjatok, de nem, mert itt áll mellettem a Benny, és ha a Benny velem van, én nem engedem. De nem azért, mert undok vagyok, vagy rossz fej, hanem hogy a Benny ne lássa ezt. Tehát ne úgy nőjön fel, hogy az apját fotózzák, aláír, nem érti. Ő nagyon furán viselkedik, nagyon édesen, amikor valaki odalép, nem érti. Hogy apuci téged miért? Igen. Meg most téged miért fotóznak? Meg őt zavarja. Elmegy, elfordul, és látom rajta, hogy az ő apját ő birtokolja, ne fotózzák. Az neki nem esik jól. És látom rajta, hogy lelkileg, tudod, féltékeny. Igen. És mondtam neki, hogy ne haragudj, gyerekkel vagyok, nem? Ha nagyon, odajöttök a rádióba, a tévé, bármikor, csak amikor családdal vagyok, nem. Az anya,
Hát jól van. Na, hát jó. Igen, szinte nem köpte a cipővegyét. Durcásan elrángatta a lányt, aki láttam, hogy fellélegzett, hogy nem kell megcsinálni egyébként a fotót, elvonultak, és amikor még úgy pillant vissza, tudod, hogy látod rajta. Hát jó. Hát ez. Na, jól van. Tudod, mikor nézlek. Mindenkinek elmesélem. Szóval egyébként lehet fotózni benneteket is, ti is nagyon ügyesek vagytok. Írjátok, ha gyerek van, akkor... De mondjuk én is meg szoktam mindig kérdezni, hogy de ő is akarja a fotót, mert hogy a halálom a fog meg mert a gyereket. Sír. Igen, mert sír, igen. Az is jó. Meg amikor így adja oda, hogy de fog meg. Mondom, ne haragudj, nem fogom meg, mert el fogom ejteni. Igen. Nyilván nem fogom elejteni, de... hogy miért fogják meg az ő gyerekét. A Benny mondott egy nagyon durvát egy évvel ezelőtt, amikor kérdeztük, hogy ő se egyik fotón se akar szerepelni. Nem akar szerepelni. Nem tudtuk megfejteni hosszú hónapokon keresztül, hogy miért nem hagyja magát lefotózni. Ja, hogyha a családban család, van egy és mindig Benny, gyere ide, fotó, és tudod. Emiatt, és nem engedte magát lefotózni, nem kapcsolódik az előbbi történethez. És nagyon érdekes dolgot mondott, hogy milyen jól és milyen szépen gondolkodnak a gyerekek, és eszedbe se jut már felnőttként így gondolkodni. És azt mondta, a Viki végül is kiszedte belőle egy altatás kapcsán, egy nagy beszélgetés volt, azt mondta, hogy ő azért nem engedi magát lefotózni, mert nem akar emlék lenni. De kemény. De jó, és mi egy 5 éves gyerek szájából lesz, hogy ő azért nem engedi magát fotózni, mert nem akar emlék lenni. Mert hogy ő itt van élőben, és hogy ő nem akarja, hogy azt a fotót nézegessük, mert őt nézzük és őt szeressük, és ő nem akar emlék lenni. Vagy ha vele valami történik, az nem jó, hogy neki ez eszébe jut, hogy bármi történt vele, és nem akar emlék lenni. Milyenek a gyerekek, nem? Szenzációs. És annyira jó gondolatok vannak. Szenzációs. Nagyon jókat tudnak mondani. Igen, a legtöbbet tőlük lehet tanulni, tényleg. Panelban lakunk, és egy cetli vár tegnap reggel az ajtókon. Túl hangos a szex, zavarja a szomszédokat. Mit tennétek? Hát alkalmas szexelnénk. Ha nem, hangosabban. Te még rá tennél? Hangosabban, vagy áthívnánk a szomszédot is, ha olyan. Persze. Igen. Ez nem kérdés. Nem mondd, hogy másnap, ha mondjuk... Hát jó, ha nem alszol egész nem éjszaka, jut eszedbe, hogy azért ezt most a szomszéd hallgatja, és nem halkulnál le, nem? Tehát még hangosabban, még jobban üvöltve, még nagyobbakat makogva. Nem? Nem halkulnál le? Hát nem tudom, mert nem, hát az szerintem tudom. Nincs benne ez az reggel egyszerre mennék ilyen kapun, hogy csuknánk be az ajtót, igen. Ránéznék el, most ugye? Na? Büszkén mennél ki a kapun, mi? Hát persze, jók voltam. Ugye, és itt most voltam. Feri, azt tudjuk, hogy Balázs kopasz lesz, de elmondható, hogy te többé nem fogsz tényleg dohányozni? Soha nem lehet olyat mondani, aki szerintem ilyen sokáig dohányzott, mint én, az átmenetileg függeszti fel. Jó esetben az átmenetileg felfüggesztés az életed végéig tart. Én nem tudom most neked megígérni, hogy mondjuk abban a pillanatban, hogy felzizeg a vannak, hajvágó, nem gyújtok rá. Szerintem ez véget ért. Vannak olyan addikciók, ami egyszerűen arról szól, hogy egyszer csak elérkezel a végére, és leteszel, és semmiféle szenvedés nem okoz. És nálad én ezt látom. Nekem hogy elértél valamilyen útnak a végére, nagy szenvedély volt, nagy rabság volt, letetted, és egész egyszerűen nincs szenvedés. Mert van egy barátom, 15 éve tette le a cigit, nagyon erős, a Máté barátom, nagyon erős dohányos volt, azt mondja, bármikor rá tudna gyújtani. Bármikor. És ő is azt mondja, hogy nem hagyta abba, időlegesen fölfüggesztette, nála ez 15 éve tart. De hogy így benne van. Én nem tudok még nyilatkozni, ez 2,5 hónap, amióta én nem dohányzom. Egyelőre úgy tűnik, hogy fogom bírni, meg tökre élvezem a dolgot, de ugyanúgy bennem van a dolog, hogy fene vigyázz. Jó, lehet, csak én mindig bevillanok, én Jean-Marie fejjel, tudod? Hát igen. Fantomas fejjel. Az még tart bennem. Meglátsz engem Fantomasként, kiszáll egy Citroenből, és mondod, hogy nem, ezt nem adom. Ezt azért még nem adom, ott egy szál cigért. Igen. Jani, mikor mész holnap Győrbe? Szeretnék inni veled egy forró valamit. Nyugi, én fizetem. Hát de korrekt vagy. Holnap szerintem olyan 3-4 óra magasságában ott leszünk. Illetve nem a Széchenyi téren meg a környékén, mert azért korábban lemegyünk már, mert Lengyel Józsival, a magyar torta királlyal is fogok találkozni. Volt egy katartikus élményem egy pár héttel ezelőtt, és ezt meg akarom ismételni már a családdal együtt, úgyhogy te úgy valamikor déltájban. Jó? De viszek termoszt is, ha sok van abból a forróban. És a csomagolték mellé két dobú szendvicset, azt a Jani nagyon meg. Nagyon megköszönjük. Arra lennék kíváncsi, fiúk, beleérte az otthoni az agyalást és az adás utáni értekezleteket is, napi hány óra elfoglaltság egy ilyen reggeli műsor elkészítésén nektek? Sanyi kérdezi, hát ugye van a 4 óra, amit itt töltünk, aztán van még 1 óra ötletelés a másnappal kapcsolatban, de aztán ez délután se ér véget. Például tegnap még nem is tudom, 17:30-kor szerveztük a mai vadászpilótánkat, mert 17:30-kor dobta az SMS-t a Júli, hogy a Honvédelmi Minisztérium nem ad pilótát. Érthető okokból nem nyilatkozhatnak, és akkor ezt elengedtük, majd kezdtük el szervezni topit, levadászni, megtalálni, felhívni, castingolni,
és megbeszélni vele az időpontot. Tehát ez egy ilyen állandó készültség, főleg ha történik valami mondjuk délután, ami felborítja az egész másnapunkat. Hát de csak nézzük azt, hogy például a te leveled, amiből ma sztori lett, hogy az este hazamész, és kibontod a postaládát, vagy kinyitod, kiveszel egy levelet, akkor abból tudod, hogy lehet-e sztorit csinálni, vagy se. Tehát, hogy annak bármelyik pillanatában szerintem kell úgy gondolkozni, hogy mit lehet belőle csinálni. Igen, ez egy, a rádiós műsorvezetés, főleg a reggel szerintem az egyfajta készültség. Tehát minden, ami vele történik egy adott napon, ami nem munkát jelent természetesen, az bevillan állandóan reflexzerűen, hogy holnap ezt elmesélem. Holnap ebből témát csinálok, holnap ez egy jó kiinduló pont, aztán valahova eljutunk belőle, tehát egy állandó készültség. De maga az, hogy a műsor összeálljon, az van, amikor egy óra alatt megvan, annyi minden van, van, amikor délután még két órát szervezünk, van, amikor telefonálunk még nagyon sokat, mert egy vendég lemondja, és este fél tízkor még agyalunk, hogy mit csináljunk. Tehát egyfajta állandó készültség, riadó készültség. Nekünk gondolkozni, hogy elég spúre a sztori, elég unalmas-e. Így van. Este még forgolódsz, basszus, hogy van-e menőbb a bécsi adventi vásárnak. Hogy mondjak olyan sztorit, hogy holnap százas kelljen dobnom, ezt a részt kiveszem, ez túl jó, ezt belerakom, mert akkor a fiúk mondják, hogy dobjak százast, igen, igen. Azt mondja, hogy Feritől kérdezem, rizs vagy tészta? Joey kérdezi, ugye? Rizs. Igen. Azt mondja, hogy miért játszatok olyan kevés Bon Jovi és Edda számot? Nem szeretitek? Ez nem rajtunk múlik. Most nyilván a mi dalunkat betesszük, de van zenei szerkesztő, vannak teszteke, sokszor elmondjuk, hát 2,5 millió, majdnem 3 millió hallgatják a rádiót. Ez talán jó visszaigazolás arra, hogy az ehhez hozzáértő, vagy az ehhez értő emberek jól végzik a munkájukat, ebben mi nem nagyon szólunk bele. Azt játsszuk, ami átmegy a teszten, és tesztelése kerül, és a zenei igazgatóság úgy dönt, hogy ezt játszani kell. Igen, meg a zenékben mi nem szólunk. Ez nem egy rock rádió. Tehát, hogy nyilván én is mondjuk a személyes ízlésemből kiindulva nagyon örülnék neki, hogyha sokkal több rock zene menne, de ez nem egy rock rádió. Tehát itt nagyon-nagyon széles igényeket kell kielégíteni. Úgyhogy mindenkinek nem tudunk sajnos megfelelni. Persze, hát ez egy kereskedelmi rádió, országos, itt leginkább a mainstream zenék mennek. Bon Jovit egyébként játszunk, egy dát kevésbé. Tehát ez egy döntés, hogy mi az, ami belefér, mi az, ami nem fér bele. Nyilván van a rádiónak egy arculata, tehát egy dát el tudok képzelni sokkal inkább mondjuk a egykori Juventuson, amit most nem tudom, hogy hívnak, mert hat neve van. A Sláger FM média szolgáltatás, a Sláger Rádió, ami Juventus, tehát fogalmam nincs őket most, hogy hívják. A rádió, ami Juventus volt. Igen, a rádió, ami Juventus volt, de a műsorvető ugyanaz, most Sláger FM, de rádió. Ők játszanak például inkább ugyanazok eddát. Vagyunk, de higgyétek el, hogy mások rádió. Igen, igen. Három dolgot kommunikálnak magukról. A Juventus, a Sláger FM-et és a média szolgáltatás neve Sláger Rádió. Hát bajban lennék, ha el kéne mondanom, ha valaki fölhív, hogy melyik rádiót hallgatja, aranyom. Édesem, hát a Dénes Tomi, ott ülj a fingom, nincs, hogy hívják. Nem? A Juventus Sláger, de rádió. Műsorvezetés közben miért mozogsz ide-oda? Balázs kérdezi egy hallgató. Én nagyon egyszerű okkal van, szeretném a Bencét összezavarni. Tehát, igen. De tulajdonképpen ennyi. Látom, hogy figyel, látom az ő munkásságát, és picit megpróbálom, úgy nehezebben követ. Hát ha nem vesz le mindent ugyanúgy, most az összezavarás fázisában vagyok egy 2-3 éve. Gyakorolni ezt a koreográfiát. Így van. Most átmentem az előre-hátra, balra-jobbra lépkedek egy 3-4 éve, mióta Bence felbukkant, hogy összezavarja. Mert látom, hogy nagyon jön, és nagyon figyel. És minden nagyon jól levesz, hát ha ezzel most egy kicsit össze tudom zavarni. Egy kedves hallgatónk, igen? Tatáról írja, ez nem kérdés, csak mert ő állítja, hogy a Vadon Janinak nincs egyénisége, a rádióban és a szombati RTL tévésóban is ugrándozik, Tuti Balázs nyomatta oda is be. Veres Gábor Tatáról írja. Legalább alá írja. Gábor, nem, azért is válaszolok rá a felvetésre, mert hogy Gábor ilyen korrektor aláírta, sokan, akik meg akarnak bántani, azok nem nagyon szokták aláírni. Na most, hát az, hogy nincsen egyéniségem, hát ez egy dolog. Tehát, hogy lehet, hogy nincs, ez tiszteletben. Hát most ez van, hát nem lehet mindenkinek egyénisége. Azért vagyunk hárman, mert van két ember, akinek van egyénisége, meg van egy harmadik, akinek nincsen egyénisége. De ez fontos, hogy különbözőek legyünk a műsoron belül. Ez az egyik. Az, hogy ugrándozom itt a rádióban, nem tudom, hogy honnan jön le, mert hogy tehát nem vagy itt. Hát mindig azt mondod, hogy hopp. Igen, ez le a tévésóban elő szokott fordulni egyébként. Az pedig, hogy Balázs nyomatott be oda is, nem. Balázs engem nem nyomatott be sehova, ő megkért, hogy dolgozzak vele együtt, és én igen mondtam rá, és hogyha mondjuk azt gondolod, hogy a Balázs benyomat valakit valamilyen műsorba csak azért, mert régóta ismeri, akkor a Balázsnak a profizmusát kérdőjelezed meg vele, illetve mondjuk azoknak a médiumoknak a profizmusát, ahol mi dolgozunk. Most éven átkented a Kolosira. Igen. Átkented. Tudod, mennyi tofu szendvicset kellett küldeni a Péternek? Igen, hát ez nem így működik, ebben, hogy valaki nem. Ha valaki nem áll helyt, manapság egy műsorban, rádióban, tévében, sokkal
Hát profitorientáltabb és nézettségorientáltabb ez a szakma. Ha valaki nem jó, nem működik, az kegyetlenül kirakják. Tehát ideál, Gábor, én, tehát így van. Tényleg nem jön át az egyéniségem, erről én nem tehetek, tehát hogy bocsánat, igyekszem tényleg napról napra, igyekszem oda tenni magamat, de tény, hogy ezek a kereskedelmi médiumok, ezek tényleg profibak annál, mint sem, hogy csak azért, mert valaki valakinek a haverja, meg cimborája, ráadásul nem is vagyunk azok, csak azért kerüljön be valahova, mert hogy ismeri a Balást. Levágtam. Anyukája is megjelenhetne valamelyik műsorban. Nagyon csinos, nagyon kedves. Tolom a muter, tolom. Most hát a benyom a Bence főzős műsorában. Igen. Azt mondja, hogy levágtam egy csirkét, mit főzzek belőle, Feri, pálinkát? Igen. Ez igen. Ebből lehet állítólni. Mit főzzek belőle, pálinkát, igen. Gyerekek, láttátok a Kocka című műsort Nórival? Mi a véleményetek róla? Kérdezi egy hallgató. Láttátok? Nézitek? Én minden új műsort megnézem. Én az elsőt néztem meg, aztán a héten már nem volt rá több időm, de az elsőt láttam. Megnéztem. Szerintem nem beszéltünk róla adásban, vagy csak adáson kívül? Szerintem hatkor egyszer megemlítettük. Egyszer beszéltünk róla. Hát én azért tudok róla véleményt formálni, mert nekem sincs egyéniségem. Mi arra célzó, hogy rokon lelkek vagytok, vagy mi? Nem, szerintem vannak olyan műsorvezetők, akik nem alkalmasak mindenre. Tehát, hogy csak azért nem szabad odaadni egy formátumot, meg egy műsort valakinek, mert hogy izgalmas a dolog, amiatt, hogy ő még korábban nem csinált hasonlót. Aha. Szerintem a Móni nem alkalmas arra, hogy vetélkedő műsorokat. Ja, Nóri meg pláne nem. A Móni se, de a Móni. Mondtam. Móni. Már otthon jár az eszed. Nem. Bocsánat, csak Veres Gábornak üzenem Tatára, hogy a feleségemet se tudom sajnos belülni. Pedig nagyon ingyen. Néztem ezt a kockát, néztem ez a Móni nem akar. Igen, szóval a Nóri, hát ő nagyon sok mindenre alkalmas, én nagyon szeretem, ők nagyon kedvelem őt, de hogy igazából szerintem nem jó egy vetélkedő műsorban. Szóval másféle képességek kell. Igen. Én nagyon szeretem egy csomó műsorát a TV2-nek, de nagyon nem szeretem a Kockát, és azt is el tudom mondani, hogy miért, ha érdekel benneteket, csak az a baj, az én számból annyira nehéz, mindig azt mondjuk, hogy persze, azért mondod, mert ő TV2-s. De ez nem így van, mert ha jó műsort csinál azt a TV2, azt megszoktam dicsérni, lásd például a Sztárban Sztár, még be is hívtuk őket. Hogy igen, én is néztem, ráadásul azért, mert hogy hasonló műfajban dolgoztunk, ugye az Egy perc és nyersz és a Kocka az két szinte teljesen ugyanolyan műsor, egybe bemész egy kockába. Igen, szerintem a Nórinak ez nem való. Nagyon helyes a Nóri, és nagyon kiváló a Nóri élő műsorokban. Elképesztően pontos, precíz, olyan agya van, és annyira érzi az időket, és 0-28-kor azt mondják neki, hogy fél percig beszél, zár le. A Nóri úgy lezárja 59-kor, hogy így állok mellette vigyázva, és csodálom is, hogy még a kártyában az SMS számot keresem, mire ő négyszer elmondja már, és milyen kód. Szóval ebben ő nagyon jó. Tehát élő műsorokban, és amikor is ugye hát adott dolgokat kell elmondani, konferálni, ebben a Nóri az egyik legjobb. Viszont amikor kapcsolatot kell teremteni, amikor drámát kell csinálni, amikor tempót kell váltani, és egyensúlyozni kell a feszültség és a feszültség oldása között, amikor is feszültséget kell teremteni, idővel, ritmussal, tempóval játszol, kicsit manipulálva a játékos nyilván, ebben a Nóri nagyon-nagyon-nagyon életidegenül mozog, és én nagyon drukkoltam neki, mi találkoztunk egyébként, egy helyen lakunk, egy cukiban, és ott is elkérdezem, mikor forgatnak, és mondtam, hogy nagy kalappal drukkolok neki, és biztos, hogy jó lesz, de valahogy tényleg a lelke, tehát látom, hogy izgulnom kellene, látom, hogy működik, és nem jó, és ez nem csak a Nóri hibája, szerintem a TV2 például nem mindig castingol jól, tehát azok a játékosok, akik ott vannak, egyszerűen valahogy hát, nem mindig, kezdték a műsort, nem mindig érzem azt, hogy tudok vele azonosulni, hogy szerethető, és nem izgulok érte. Ne, fura a ritmusa, fura a tempója. Én drukkolok nekik, hogy menjen, de igazából minden lehetőség meg lett, hogy ez egy jó műsor legyen, de önmagában tényleg a lelke hiányzik ennek a műsornak. Mindent látsz, minden működik, de valahogy úgy igazából nem jön át, amiről ez a műsor valójában kellene, hogy szóljon. Ráadásul ezek a menj a kockába, kocka mutasd, ezek a parancsszavak, úgynevezett talkfrizek, amiket ugye valószínűleg licenc tulajdonos ragaszkodott hozzá egy weddát, hát ezek magyarra fordítva meg nem. Igen, ezt sem szabad elfelejteni. Szörnyűek. Egyszer nem él meg. Van a műsornak egy bibliája, és hogyha mondjuk a licenc tulajdonos ragaszkodik ahhoz, hogy minden úgy történjen, ahogy abban a bibliában le van írva, akkor megvan a szerkesztőknek is, meg a műsorvezetőknek is a kezek kötve. Én a Télát például nagyon megnézném egy ilyen típusú műsorban.
Tényleg nagyon jó élőben, nagyon jó a propagandában, de például egy ilyen típusú műsorban én egyszer nagyon szívesen megnézném, hogy ő milyen, vagy mit hoz ki a játékosokból, vagy mennyire játszik velük. Közvetlenebb lenne a kapcsolat. Hogy teremt feszültséget, hogy játszik a ritmussal, a tempóval. Ő meg túl baráti hozzá, nem? Szerintem Attila. Tehát, hogy ő meg olyan írtózatos haverkodós mindenkivel. De az is kell, hogy empatikus legyél, hogy átéld. Csak a feszültség megteremtés, amit te mondtál, hogy meg kell ezt, át kell élned közösen a játékosra, de neked utána vissza kell egyet lépned. Na ez a játék benne, na, hogy hát átéled, igen, igen, a Nóriból nekem kicsit ez hiányzik, de drukkolok neki, és menjen sokáig, mert a Nóri tök ügyes és tök jó műsorvezető. Sziasztok, Jani, a Mónika is nagy mellű? Szerinted a kismellű nők már nem is nők? A kérdés első felére. Ma meg vagy találva, ezt is mondjál. Mondtad ezt valamikor? Nem tudom, nem tudom. Ma nagyon megtalálom. Jó, de nem baj, válaszolok. Körülbelül másfél markos egyébként. Darabonként, ez a kérdés. Másfél markos, hogy lehet így beszélni egy női merül? Másfél markos. Igen, így. Körülbelül így, tökéletesen elégedett vagyok vele. Szerinted a kismelű nők már nem is nők? Most az de van, nem. Hogy régebben tényleg az volt, hogy elsősorban a nagymelű nőket favorizáltam. Mostanában viszont már ezzel szemben a kis, a közepes és a nagymelű nőket favorizálom. És ahogy öregszel, ez csak tágul, csak tágul. A kis horizontod, a kis univerzumod egyre tágabb és tágabb. Ezért keresek szűkebbek. Egy van. Na, elmegyünk egy picit, jó, drágák vagytok, köszönjük szépen a kérdéseket, nagyon sok jött. Hát igyekszünk ezeket mind megválaszolni, csak nem akarunk egyszavas válaszokat adni, és ezért nem mindegyikre jut idő. Úgyhogy a szünet előtt még játszunk egy hármasugrás, aztán jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival, illetve Sanyit meg szeretném nektek mutatni. Jó, mert Sanyit már ígértem, és Sanyit, hál' Isten, még nem láttatok, itt Sanyit szeretném nektek megmutatni, de előtte hármasugrás játszunk már is valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló! Jó reggel! Sziasztok! Halló! Sziasztok! Hogy hívnak? Mimi! Hello Mimi! Mimi, honnan hívtál minket? A 16 kertben. 16 nem akar sokat beszélni, hogy halom a hangodon. Legyünk gyorsan rajta túl! Ne tudja meg senki, hogy adásban vagy. Izgulsz? Igen, egy picit. Az jó. Milyenek a kérdések, Jani? Könnyű. Na figyelj. Milyen néven ismert ma az egykori Nyulak szigete? Margit sziget. Jó van, bátran. Mehetünk tovább? Igen, mehetünk tovább. De és hogy izgulsz. Így jön a második kérdés. Hogy nevezik idegen szóval a hazugságvizsgálót? Hát ha nem tudod, akkor megnyomom, mert akkor várhatunk bármennyit. Ez a poligráf. Most már megjött az info. Poligráfos vizsgálat, ez a hazugság. Hazugságvizsgálat. Hát sajnáljuk. Hát köszönöm, szépen. Mimikém, ez egy rövid játék volt, pucilunk. Köszi, ciao. Hello. Tudja, hogy még sok dolgunk van. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 3-4-10 lesz, 4 perc múlva jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3-4-10 múlt, pontosan 2 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hol a János? Hát ez egy 100-as lesz, akinek rossz napja van, rossz napja lesz végig, csak szólok. Na, mutatom a kedvenc videómat. Jó? Ez a macskás? Macskás. Na, napok nézd. Óta. Én imádom. Ronda szó van benne, úgyhogy a végét azt kicsit kisipoltuk, de tessék megnézni eredetiben, mert ez úgy jó, csak mi rádió vagyunk, és nem adhatjuk le, de érteni fogjátok. Zabálnivaló. Tehát egyszerűen zabálnivaló. Arról szól, hogy most nem látjátok a videót, csak elmondom, hogy látsz egy macskát, és egy kisfiú videózza az ő macskáját. De nem látod a kisfiú, csak végig, hogy a macska mit csinál, csak hogy ezt magatok elé képzeljétek, egy nagy, sárga, perzsa macskát képzeljétek magatok elé. Jó? Na, így szól a videó. Imádom. Sanyi, gyere ide, viszik ezt. Figyelj, milyen édes hangja van. Megzabálom. Ú, de szép a szemed. Sanyi. Imádom, figyelj. Nézzük meg a szemed, Csiki. Ja! De szép macska vagy, Sanyi. K***a anyád. Isten, Sanyika. Figyelj, zseniális. Az eredetiben figyelj, megőrülsz, amikor ott van, ami ugye nem lehet itt. És a hangsúly! Tündér. És a hangsúly!
Hát valószínű ezt úgy hallotta, hogy Maris, egyre szép a feleked, Maris. Ajánlod! És a gyerek ezt megtanulta. Megtanulta. Á, fia, imádom. Ez már óriási. De szép lett az a macska. Már is kíváncsi vagyok. Feltesszük Facebookra, hogy nézzétek meg, ha nem láttad, hogy imádni való. Imádni való. Imádni való. Ez... És cuki hangja van a gyereknek. Zabálni való a hangja. Hát, fia, picit, picit apu egyénisége visszaköszön. Valószínűleg apu. 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 De szép vagy, Mari. Bizonyám, imádom. Feltesszük Facebookra, jól nézzétek. 5-6 év körüli gyerek, és cuki, és zabálni való. És olyat tesz oda a végére, hogy megőrülsz. Jaj, nagyon jó. Na, mutatjuk, mivel foglalkoztunk ma reggel. Próbáltuk arra kérni a hallgatóinkat, írják meg nekünk, hogy milyen szavak jellemzik az ő karácsonyukat. Nem mondatokat, nem történeteket vártunk, csak szavakat. Ugyanis egy internetes oldal összeszedett néhány jellemző szót, ezeket beolvastuk, és hát hallgatóink is küldtek szenzációs dolgokat. Szavakban kellett leírni, hogy náluk mit jelent a karácsony. Valamint beszélgettünk ugye a török esetről, amikor is lelőttek Törökország felett egy orosz vadászgépet. Felhívtuk Topit, Szabó Zoltánt, aki egykoron ugye vadászpilóta volt, és hát egy nagyon érdekes és számunkra teljesen ismeretlen és titokzatos világba engedett bepillantást. Elmondta, hogy hogy történhetett ez szerinte, mi történik a vadászpilóta fülkében, miről dönt a pilóta, és hát mi történik éles helyzetben. Jó beszélgetés volt. Igen, és hogyha csak egyetlen konklúziót kéne leszűrnünk az egészből, Topival való beszélgetésünk után, az az lenne, hogy ez elkerülhető lett volna az eset. Igen, érdekes beszélgetés volt. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 2 perc múlva pontosan 10 óra. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggel, szevasztok. Hello. Kérdezik, hogy tegnap este bűnöztem. Benn a városban volt dolgom, és találtam egy helyet, most nem fogom mondani a nevét, de az volt kiírva, hogy a Hentes konyhája. Arra gondoltam, hogy a Feri örülne, ha bemennék. A Jani fog örülni, hogy mit vettem, egy vega szendvicset. A Hentes konyhába árulnak vega szendvicset. És kettőt, és ez este 10 órakor volt, és hazament, és azt mondta Laurának. Alszanak a gyerekek. Most ketten leülünk ide az asztalhoz, és eszünk egyet. Tudsz élni egy vega szendvics este 10-kor. Igen. Finom volt. Ilyen sült céklával, salátával, mindennel. Zseniális volt. Úgyhogy tegnap bűnöztünk. És majd elmentél futni. De mi ebben a bűn? Nem értem. Tehát hát ebben... mert este 10 után bármit is enni. Tehát egy vega szendvicset megenni. De hát, hát jó, de hát az egy ilyen buciban volt. Azt mondtad volna, hogy egy jó csöpögős, jól megsült, szaftos kolbász, uborkával, fehér kenyérrel, ezt így hazavitted, melegen így körbe ültétek és rituálisan elfogyasztottak, akkor egy vega szendvicset. Hát nem, az... este 10 órakor néha megkérdezzük, hogy most te nem vagy ilyet, de és akkor eszünk egy, nem tudom, egy szeret sajtot ketten, vagy elosztunk egy fél almát. Tehát, hogy... Ó, betyárja, hát azért ne éljetek ennyire veszélyesen. Ehhez képest, érted, tegnap nagyon bűn. Hát, na, ja, ehhez képest igen. Hát egy ez. Egész vega szendvics egy fél almához képest, az komoly. Az komoly. Kettőt vettem, tehát nem egyet osztottunk el, hanem mind a kettőt meg. Na én ezt már nem bírom földolgozni. És én még csak, hogy teljes legyen, egy jó búzasörrel lekísértem a végén. Úgyhogy ez volt a tegnap estém. Azt a mindenit. Ugye? Hát így sikerült. Jó van, Csabikám. Hívjuk a naphallgatóját, ha mondja, hogy Morning Show, akkor ajándékcsomagot kap. Utána gyorsan elmondjuk, mi a recept, és megyünk. Ugye? Uh-huh. Jó. Oké. Ha nem. Most nem derül ki, hogy mit írt. Viszont írja nekünk valaki, nem tudom, hogy igaz, de sziasztok, üzenem a Sanyis videóhoz, hogy mi vagyunk azok. Jobban mondva a lányom. Imádom, én őt imádom. Akkor nem kisfiú, csak kisfiú sangja. Jobban mondva a lányom, és nem vagyunk Mari. Jó, hétfőn, ha benne vagytok, és tényleg ők azok, és leellenőrizzük, nagyon szívesen beszélnénk a kislányjal is. Egy tündér, egyébként, egy tündér. És nem Mari van. Aki, akkor nem Mari. Na, mindent meg akarunk tudni róla, meg Sanyiról is. Igen, Sanyiról is, Sanyi. A macskáról is, a kislányról is, a nevéről. Én azóta még négyszer megnéztem ezt a videót, és annyira zabálni való közben a gyerek hangja, hogy egyszerűen imádni való. És ahogy mondja a végén, hát az... Azt is tudni akarjuk, hogy kitől tanulta. Van úgy, hogy az ember néha csúnyát mond, és aztán azt a gyerek visszamondja. Én tegnap balga módon úgy mutattam meg a Vikinek ezt a videót, hogy ott volt a gyerek mellette. És azóta ez van, de szép ez a pálvölgyi cseppkőbarlangban 4 órán keresztül tegnap a túr alatt végig azon dolgoztam. De szép cseppkő! Felejtsd el! Apuci,
tuti, csak halkan mondom, suttogban mondom, Benni, sehogy. Ott lehettél ennél a videónál, megnézted, de sehogy. Mi a recept? Van egy Gennaro Coltando nevezetű fiatalember, aki ne. Ő tanította Jamie Olivert főzni, csak igen. Azért mondom. Csabi szokott ilyeneket nyomni. Nem, tényleg. Nincs egy oldala? Így hívják Gennaro, hát ez egy tök normális. Ő, Jamie Olivert ő tanította főzni olaszul, és erre nagyon büszke Jamie Oliver, és az ő pizzatésztáját hoztam el, de annyi trükk van benne, hogy ilyen gyerek pizzákat csináltunk otthon, mert hogy a srácok, ha nagy pizzát csinálsz, azt is élvezik, a gyúrást, meg a dagasztást, meg minden pillanatát, de hogyha ráadásul ezek ilyen kisméretűek lesznek, amit ő díszíthet föl saját magának, akkor így automatikusan ráneveled a srácokat arra, hogy esetleg próbáljanak meg ők maguk is csinálni valamit. Tehát egy 6 éves gyerek, az tud pizzát csinálni, ha te ott vagy vele. Ha nem is olyat, mint mondjuk Sergio Corbucci. Hát nem, Sergio Corbucci pizzája a fasorba sincs ahhoz képest, de remek móka, egyrészt másrészt meg tudod megint mi lesz az asztalodon, és még egyszer mondom, Gennaro Contardo, így hívják. Ott van vele a híres divattervező Lucio Pulci. Tényleg így hívják a hapsit. Na, ja, Istenem. Jó, tehát pizza. Úgyis Jani egy évvel ezelőtt kért pizzatészta receptet. Ja. Miért nincs már most? Van, itt van, tessék, kicsibe, de meglecsen. Facebook oldalunkon fent van fotóval, összetevőkkel, elkészítése mindene. És a híres mézes sonkát meg mától lehet majd megkóstolni. De hagyja, nem tündér, vagy hogy nem én nekünket van. Jó kis mézes sonka, de jó. Csabikám, remek zenék? Ráteszek két nevet nektek, tessék. Na! Csak hogy teljes legyen a kör. Na, egy vezeték meg egy kereszt. Lubega. Felix Staffan de Latt. Igen. Hogy? Egyébként Lost Frequencies. Ja. A másik pedig a Yannick van de Polder. Istenem, te jó lenne egyszer használni, hogy Freddie Mercury és Brian May, nem? És én annyira örülnék, hogy azt mondtad, hogy Bono és Edge, vagy ezek a Jukken, Klutjen, Flutjen, meg Lutjen, Plutjen, Lutjen, tényleg. Én egy James-el meg egy körtel kiegyezni. Yannick Deffy pedig egy holland énekes, és összehozták a Reality című slágert, ezt szeretném most nektek ajánlani, de csak a nevek miatt. Jó, meghallgatjuk. Mindenkinek jó hétvégét, vigyázzatok magatokra, Csabi jön a kiválságműsorral, 555-55-00, a telefonszámmal szeretnétek tőle dalt kérni, hétfő jövünk 6-kor. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.